Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! egy nagyon különleges sorozathoz érkeztünk, ami szerintem sokatoknak egyébként sokat is mondhat, de lehet, hogy többeteknek keveset. Egy, egy, biztos, mi körülbelül két, na talán három éve készülünk erre, hogy ebből egyszer anyagot csináljunk. Igaz, három éve még nincs a podcastünk, de amióta mondjuk ugye elstartoltunk, azóta a fejünkben van, különösen az én fejemben van, hogy ez, erről a témáról, erről a két emberről, akik emögött a kiadó mögött állnak, vagy álltak, hogy ezekről egy kiadó, kiadós, de hogy is egy egy, 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 kimerítő epizódot csináljunk, vagy epizód sorozatot csináljunk, és az egyetlen ok, amiért erre még nem kerítettünk sort, hogy nem mertünk, legalábbis a magam részéről én elmondhatom, hogy én az utolsó pillanatig szerettem volna ezt, ezt halasztani, hogy erről a, erről a témáról adást csináljunk, és ennek egy oka van, hogy láttam, hogy hogy, a, hogy más ember, aki odáig vetemedett, hogy ezt az Arte Tenebrarum nevű könyvkiadót kritikával merészelte illetni, annak mit kellett hosszú hónapokon keresztül elszenvednie, hmm. és én ezt nem akartam magamnak, de most arra már annyi mindent tapasztaltam a kiadóval összefüggésben, hogy már látom, hogy mindaz a fenyegetés, amit mások megkaptak, akik akár csak egy negatív kommentet írtak, bármilyen posztja alá ennek a kiadónak, hogy azok mit kaptak, de hogy mindaz a fenyegetés, ami, ami őket illette, hogy azok valójában tényszerűen üres puffogások voltak, és valójában semmilyen erőforrással nem rendelkezett ez az Arte Tenebrarum, és hát egy nagyon szomorú, egyben dühítő sztorit fogunk itt most prezentálni, aminek a vége hát történetesen az, hogy ez a két ember a saját csapdájába esett. Ez azonban egy hosszabb történetnek a vége lesz, úgyhogy az lesz a legjobb, hogyha az elejéről kezdjük. Dániel, mi a véleményed a témánkról? Hát ugye, amikor először beszéltünk a, a a podcasten belül erről a kiadós témáról, és hát nyilván ezért is említettel ezt a szót, mert már nagyon benne vagy itt a kiadók mentalitásban. Hát akkor ugye egy kicsit megismerkedtünk az akkor még létező Facebook oldallal, meg úgy ö, ugye a könyveket, ahol meg lehetett vásárolni felületeket, ott is lehetett olvasni hozzászólásokat, meg ilyesmi, és hát ö, ugye egy érdekes jelenség volt, hogy tényleg a, a Facebook oldalon is, hogyha volt bármilyen nyereményjáték, vagy, vagy, vagy ö, akármi... Ö, bejegyzés, akkor ott azért ment egy kicsit folyamatosan, hát nem is kicsit ugye a, a, saját magunk fényezése, hogy mi milyen nagyon jó kis kiadó vagyunk, és hogy milyen remek könyveket írunk, és hogy szerintem a legcikibb tényleg az volt, amikor nyeremények voltak, pénz nyeremények, és, és, a komment szekciókban volt gyakorlatilag levezetve, hogy hát én vagyok az, aki megnyerte ezt a versenyt, és itt van a bizonyíték, és nem van valami fotózva, hogy én ezt tényleg megnyertem, és hogy ez, ez egy, egy nagyon megbízható kiadó ez az ár, tehát te, te, bráum, az a baj, hogy már nekem kicsit más, más név van a fejemben, ugye a, a Gunny név, amit így kettőnk között kitaláltunk, de hogy tényleg egy, egy elég ciki oldal volt. Ennél már csak szerintem a, a YouTube csatorna cikibb, eh, ahol megint csak a saját könyveiket, leginkább a, a Google Play, meg a, hát talán még az Apple, nem tudom, de inkább a Google Play-re emlékszek, hogy ott eh, vég, arról szól az egész videó, hogy a jelenlegi leg tutibb könyvünk, ami most megjelent, az még mindig a top első helyen van, meg top 3, meg top 5, és csak erről szól az egész YouTube csatorna, hogy ezekre a könyvekre rákeresünk, és putogatjuk, hogy, hogy, milyen jó helyen áll, és ez nekem egy nagyon abszurd dolog volt, ráadásul minden videónak kb. 3 vagy 4 megtekintése van. Úgyhogy ezek után, így, hogy bemásztál mélyebbe ebbe a gödörbe, Hát azt látom, ugye én, hogy rengeteget írtál ezzel kapcsolatban, úgyhogy epekedve várom, hogy milyen, hát adott esetben baromságokat, cifraságokat és elvetemültségeket fogsz még itt nekünk feltárni így a, a sorozat keretein belül. Mint mondtam, két emberről fogunk beszélni, ezek egy házas pár, ők a áttetenebráron mögötti ö, emberek, akik, aki közül egyik közszereplő, a másik pedig ugye egy fiatal asszony, egy, egy, kiadóvezető. Ők hát nem túlzás azt mondani, hogy megmételjezték a magyar amatőr irodalmi szénát, és tevékenységük hatására is elmondható, hogy többekben, igazából felnőtt emberekre gondolok itt, többekben okozott komoly traumát, és ezt ki is fogjuk fejteni, hogy ez miből áll. De lényeg az, hogy ezt a párost olyan gátlástalanság és olyan lehengerlő fellépés jellemezte, amely az alkalmazott módszereikkel karöltve teljesen alkalmas arra, hogy valaki számára komoly lelkísérelmet okozzon. Ezeket ki fogjuk elemezni. Több forrással beszéltünk, az egyik forrásunk ö, szerint egy író kollégáját 280 ezer forinttal károsították meg, egy másikat 200 ezer forinttal, egy harmadikat 125 ezer forinttal. Ez a károsítás relatív, mert itt igazából arról lehetett szó, hogy hogy, ugye ők egy olyan kiadót üzemeltettek, aki, ö, hát ezek az ilyen önköltséges kiadók lettek végül, tehát hogy ő, mint minden kiadó, ez is, tehát ezen a téren, mint minden, vagy ebben a dimenzióban, mint minden kiadó, ők, is úgy indultak, hogy, hogy hát nem fognak pénzt kérni a, a, a szerzőtől, mert hogy nem így működnek, de aztán végül csak sikerült valahogy pénzért finanszíroztatni a, a szerkesztést, amit ők beletettek a, a, azokba a, a, a kéziratokba, amiket különböző szerzőpalánták küldtek nekik, és hát többnyire ezek, ezek a szerkesztések olyanok voltak, amikkel nem értettek egyet a, 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 a szerzők, ugye szerkesztés alatt azt kell érteni, hogy ez a két ember, az ártésok kezdődésbe vették a szöveget, mm. átalakították, mondatokat beleírtak, tehát, hogy az egyik szerzőjüknek a megfogalmazásával élve kiherélték, tehát eltávolítottak a szöveg, eltávolították a szövegnek a tényleges jelentését, vagy azt a funkcióját, amit egyébként adományozott neki a szerzője, és hát ezt esetenként a szerző nem fogadta el, vagy nem értett vele egyet, csak hogy ez a két ember szinte azonnal elvesztette a türelmét, és nem tolerált semmiféle ellenmondást, és azon a ponton, hogy te, te kritikával illetted őket, vagy éppen nem voltál elégedett valamivel, amit ők produkáltak pénzért egyébként, vagy tényleg akár egy rossz értékelést írtál valóban valamelyik termékükről, akkor, hát egy nagyon komoly ilyen jogi terror váltál, de ezt is ki fogjuk fejteni. Igen, az a baj, hogy azért ezt néhány külföldi ö, old, hát nem feltétlenül a kiadóknál, hanem oldalnál, vagy, vagy akárminél találkoztam ilyesmivel, hogy ha bármi kritika érkezik, akkor ugye ezt nem helyén kezeljük, vagy, vagy ignoráljuk, vagy akármit csinálunk vele, hanem egyből elkezdünk fenyegetni, ugye egyből elkezdjük azt a, az oldalát keresni, hogy akkor ezt hogyan toroljuk meg, a, másikkal szemben meg mit, mit csináljunk vele, mert az, hogy letiltjuk, az nem elég, mert nyilván az sem lenne a leghelyesebb döntés, de, de hogy még ezt egy jó pár lépéssel vigyük tovább, és akkor tényleg vonjuk be a jogászokat, mármint nyilván általában említés szintjén, meg hogy becsületsértés, meg ilyen, ilyen nagy szavakkal dobálózzunk, és hát szomorú látni, hogy, hogy, itt is ez történt, és hogy tényleg milyen rendszeres volt ez gyakorlatilag, és ez, ez volt mondhatni a, az alapműködési elvük, hogyha bármi ilyesmi éri őket, akkor azonnal a, a legdurvább módszert kell választani, és akkor már fenyegetőzni kell a jogászokkal. Ugye, mint említetted, egy korábbi epizódban már beszéltünk erről, ez a kiadók című epizód, amiben egyébként feltártuk azt, hogy így milyen lehet így próbálkozni ebben az ilyen irodalmi ö, szcénában. illetőleg beszéltünk a Galaktika botrányról, amit ugye a vagy Galaktika ügyről, amit a Pintér Bence hon, hordott ki, annó a spekulatív zónának a szerzője és szerkesztője, és a kiadók epizódnak a 44. perce környékén jött ez a téma, amikor ezzel a kiadóval foglalkoztunk, csak itt még merőben nem mertük megnevezni a kiadót sem, illetőleg a, a, a mögött álló személyeket sem. Ebben az epizódban ugye bemutatunk egy esetet, amiből tökéletesen kiderül, hogy hogy milyen módszereket alkalmaztak a, a, az ártésok. Az, az epizódban Dénesként hivatkozott ismerősöm, Ő, neki egyetlen egy bűne volt, hogy az Árte Tenebrárumnak az egyik pályázatával kapcsolatos poszt alatt, tehát Facebookon posztolt az Árte arról, hogy van egy... Ö, irodalmi pályázatuk, ugye ezzel dolgoztak akkoriban ilyen 2019-20 környékén, éppen egyébként úgy beütött a Covid, meg a lezárások, már úgy egy csomó ember otthonról dolgozott, meg hasonlók, és hát ugye előfordul, hogy így egyik irodalmi szerkesztő a másik Irodalmi szerkesztőnek vagy kiadónak a, a posztja alá kommentel valamit, egész egyszerűen szakmabéliek reagálnak egymásra, és Dénes azt posztolta, hogy hát miért ilyen nagy a pénzjutalom, mert hogy 100 ezer forint volt a pénzjutalom ezen a pályázaton. És feltett a kérdés, hogy miért kell a szerkesztésért fizetni, mert hogy ez is egyébként a, a, a pályázatnak a lényegi része volt, hogy bár a kiadó azt vállalta, hogy ő, ő nem kér pénzt a szerzőktől a kiadásért, de a szerkesztői munkáért kért, és hát különböző feltételeket azért mégiscsak kitalált amiért, amiért előbb-utóbb valahogy elkérte a szerzőktől a pénzt, de ez irodalmi szerkesztői körökben ez gáz, tehát hogy, hogy ez nem úgy néz ki, de sajnos erre használják sokan, de ez nem úgy néz ki, hogy a szerző fizet, fizet azért, hogy alapanyagot ad a kiadónak, aki aztán eladhatóvá formálja, effektíve kiadja az ő művét, aztán majd nyerészkedik az ő művén, de hát vannak ezek az önköltséges szer kiadók, ilyen például a Publio, meg a Novum Publishing, tehát hogy vannak ilyenek, ez is egy irány, én nem ítélem el, szomorúnak tartom, hogy valaki eljut oda, hogy kifizett százezreket azért, hogy az egyébként rengeteg helyesírási hibával teleaggatott, egyébként a fióknak írt, vagy fióknak, fióknak szánt, alapesetben a fióknak szánt kézirata az kiadásra kerüljön, hmm. és az még szomorúbb, amikor valaki több százezer forintot kiad arra, hogy egyetlen egy, egyetlen egy percet se szálljanak arra, hogy átnézzék azt az írást, hogy beletegyék a munkát, hogy, hogy fél, hogyha már fizesz nekünk fél millió forintot azért, hogy kiadjuk, akkor már, már, már vegyük kezelésbe ezt a kéziratot, hogy ez tényleg legyen jó. Tehát ez szomorú ez az irány, de térjünk vissza a lényegre, Dénes posztol, vagy kommentelt egy ilyet, hogy hát miért kell a szerkesztésért fizetni, nem lett volna egyszerűbb esetleg a díjat kicsit visszafogni, és mind az öt embernek ingyenes szerkesztést adni. És ugye a kiadók epizódban ezt ki is fejtettük, hogy hát kapott egy ilyen zsaroló, hát nem, nem levelet, hanem egy ilyen, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon... Ö, fröcsögő, ilyen, ilyen rátarti levelet, hogy hát majd akkor fog a kiadó érdemben válaszolni a maga megkeresésére, hogyha, hogyha majd nem tiltja le a, a kiadónak a bestseller íróját, Gabriel Wolfot, aki különben is a legnagyszerűbb ember a bolygón, nem konkrétan nem ezeket írták, de, de hogy gyakorlatilag olyan levelet kapott Dénes, hogy nem is értette, hogy, hogy, hogy honnan jönnek ezek a dolgok. Például olyasmik szerepeltek a levélben, hogy fel fogjuk jelenteni magát az évek óta tartó zaklatás amiatt, mert hogy dokumentáltunk minden, minden trollkodást, amit maga itt a mi, kiadónknak a kárára foganatosított. És így mondtam ugye neki, hogy jó, oké, Dénes, ugye körbejárom ezt a dolgot, ugye segítséget kért, körbejárom ezt a dolgot, akkor Léci küld már el azt, amiket posztolgattál nekik, amire ugye hivatkoznak a levélben, mert csak hogy tudjam, hogy, hogy miket írtál, nem biztos, hogy ugye trollkodás, nem biztos, hogy ugye olyasmi, amit bíróság előtt is sérelmezni lehet. na ugye bírósági utat tettek, helyeztek ki hogy fel lesz jelentve a Dénes, meg el fogják vinni a, 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 a rendőrök, meg bíróság elérángatják, meg hasonlók. És a Dénes mondta, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélnek, hogy nincsenek évek óta tartó zaklatás. Most kommenteltem meg mondjuk múltkor valamit az ő védelmükben ráadásul, de hogy nincs ilyesmi. És mondom, mi az Isten? Tehát, hogy, 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 hogy neked tulajdonítanak olyasmit, amihez közöd nincsen évek óta tartó zaklatást? És ugye azt javasoltam a Dénesnek, hogy ne, ne, válaszoljon, ne reagáljon, és történt egy olyan, hogy, hogy megkereste őt egy beregszászi Marika néni. Norman, Norman vagy valami ilyesmi volt. Tehát megkereste őt egy nyugdíjas, uh -huh. aki horror kedvelő volt, és a kevéske nyugdíjából a DNS által működtetett ilyen horror platformot akarta támogatni, idézem a lehető legnagyobb összeggel, 9900 forinttal. És ugye ott fel is olvastuk ebben a kiadók epizódban a levelet, hogy hát mióta a jó uram, az én uram az meghalt, és hogy így egyedül vagyok, nincs, nincs annyi elfoglaltságom már én nekem, tehát hogy így ilyen kényszeresen figyelt ezekre az ilyen, ilyen öreges megfogalmazásokra, de közben egy deka helyesírásíban nem volt a, a levelében, és egyébként is egy szerintem egy teljesen életidegen dolog, hogy egy, hogy egy nyugdíjas kedvelje az interneten olvasható horrort. Tehát, hogy ez, ez ilyen nincsen. A nyugdíjas, ha, 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 akár mutatsz neki egy, egy lehangoló jelenetet, amikor a, a, Adam Sandler összeveszik a családjával, már arra is azt mondja, hogy na oh, ne, oh, ne, ne, kapcsold el, nehogy még izé horror kedvelő nyugdíjas legyen, hagyjuk már. És Dénes erre nem válaszolt, tanácsomra, de egyébként se akar, csak elküldte érdekességképpen majd a legjobbinterjúk.hu kereste meg, hogy irodalmi szerkesztőkkel akar, akarnak interjút csinálni, és hát Dénes lenne a következő, és hogy vállalná az interjút. Dénes erre válaszolt, hogy hát köszönni, igen, csak most annyira nem ér rám, majd kicsit később, és szinte azonnal jött egy ötoldalas levél arról, hogy visszalépnek, hogy nem áll módjukban mégsem interjút közölni, az miatt, amit hallottak róla, hogy más irodalmi uh, gazdasági társaságok, meg vállalkozások, meg kiadók posztja alatt trókori, kommentel és zaklat, és becsmérel, és becsületsértés követel, és, és, hát az volt a levélnek a része, de komolyan ezt tényleg 5-6 oldalon keresztül írták, hogy amennyiben nem helyez ki az oldalára egy mindenki által látható, hosszantartóan látható posztot arról, hogy bocsátott kér az Ártetenebrárumtól, úgy fel fogják jelenteni a gazdasági versenyhivatalnál a rendőrség, ezek elfogják vinni az ő munkához használt számítógépét, lefoglalják, zárolják a bankszámláját, amíg ki nem vizsgálják a bejelentést. Ez legalább fél év, és a következők a lehetőségek: vagy ö, mostantól egész életében retteket, hogy mikor jelentjük fel, vagy megteszi a és az olyan becsületes kiadók javára, mint az Arte Tenebrárum, és így mondta, hogy fogtam a felm, hogy mi ez a szint, hogy mi ez a szint, basszus. És ugye erről csináltunk, csináltuk az epizódot, én ott elneveztem ezeket közösségi média hasbeszélőknek, mert hogy az Arte Tenebrárum konkrétan egy ilyen Technomasszát üzemeltet egy kamu profilokból álló hadsereget, melyeknek mindegyik tagja hozzájuk köthető, le is buktak már egyébként ezzel. Ennek is a részleteit kifogom elemezni, mert hogy egy kamu profilt rohadt nehéz lebuktatni, uh -huh. de azért mégis csak látod, hogy kamu profil a kamu profil, és onnan tudod, hogy kié, hogy kinek a javára ír, kommentel, hogy kinek a védelme, vagy támogatása derül ki a munkásságából, vagy a, 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 a működéséből. De egyébként meg a, a, az alapján is lebukik, hogy nincsen múltja, nincs a digitális azonosságának ö, semmilyen előtörténete nincs, csak és kizárólag az, ahhoz kötődő posztjai, meg hasonlók, aki létrehozta. Jelesül az ilyen kamu profiloknak az brárum volt az előtörténete. Érdekes egyébként megnézni ezt az egész folyamatot, mert én úgy érzem, hogy a a, a két hát nem is tudom, hogy nevezzem őket, a két illető, aki ezt az egészet csinálta, az van egy egy gyanúm, hogy tényleg az ilyen amerikai hatalmas corporation példákat próbált a szem előtt tartani, hisz ugye ha Rezső vagy én, nekünk bármi bajunk lenne egy nem tudom, egy Elon musk vagy Tesla-val, vagy akár melyik ilyen Elon Musk féle entitással, akkor mi hiába próbálnánk bármit is csinálni, tehát tényleg, hogyha az Elon Musk úgy érzi, hogy mondjuk mi, mi becsületsértünk, és akkor ír nekünk egy levelet, hogy jó, hát akkor ezt visszük a bíróságra, akkor több mint valószínű, hogy behúznánk fülünket, farkunkat, mert tudjuk, hogy még ha igazunk is van, és tényleg és egész jó esélyénk lennének, hogy mi nyerjük meg ezt az egész ügyet, egyszerűen ő annyi pénzt, időt és energiát tud ebbe az egészbe belerakni, mert tényleg van neki mondjuk két tucat jogásza, hogy, hogy nem tudnánk tartani az ütemet, és gyakorlatilag beleőszülnénk ebbe az egészbe. És, és biztos vagyok benne, hogy hogy valami ilyesmi példa volt előttük is, amikor amikor jöttek ezek a fenyegetések, meg hogy tényleg gépeket foglalunk le, meg, meg mit tudom én, hogy ez meddig fog elhúzódni, hogy, hogy egyszerűen ez tényleg egy ilyen fantázia világban éltek, és hát ugye az egésznek a legszörnyűbb része az az, hogy hát megtapasztalhatták, hogy akkor ez pontosan hogy is néz ki most, így a, a jelenben, és hogy ez mennyire nem működik, és hát nyilván Rezső majd kifejti pontosabban és részletesebben ezt az egészet, de ez egy sorsfintora volt szerintem, hogy hogy pont ezeket a módszereket alkalmazták, és akkor a végén csak eljutunk odáig, hogy na, akkor mehetünk bíróságra, és hogy ennek az egésznek akkor így mi lett a vége, és hát ez ilyen, ja, ilyen tragikomédia, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Ők egész végig egy olyan ö, szellemi, személy ö, és anyagi erőforrást hazudtak mindenkivel szemben, akit antagonizálni kezdtek, amivel hát legalább mondjuk úgy az Elon Musk-nak kéne rendelkeznie, és nagyon hihetően, de tényleg nagyon hihetően közölték és, és üzenték egy csomó emberrel, hogy nekik igenis megvannak az erőforrásaik az arra, hogy ők abszolút a törvényes keretek között, de hogy szélsőségesen megsemmisítsenek, hogy az egész életed ne szóljon a továbbiakban arról, mint hogy tárgyalásról tárgyalásra mászkálni, és, és, és hogy, és hogy kezeld a feljelentéseket, hogy a beidézéseket, és hogy, és hogy különben is a, a jog az ő oldalokon áll, és ezerféleképpen féleképpen, majd látjátok, de megfogalmazták, hogy ügyvédeik vannak, jogászok vannak a szerzőik között, mm -hmm. rendőrök is, tehát ilyen, én ezekre mondom, hogy digitális maffia módszerek, hogy ilyen szélsőséges erőfölényt hazudtak, és ez egyébként a sajátossága ennek a jelenségnek, és igazából nem is az ártetenebrárum miatt, hanem emiatt az eszköztár miatt érdemes erről adást csinálnunk, hogy erre bárki, még akár én egyébként egy, egy, egy tapasztalt jogász, és azt mondanám, hogy jó, ez azért nem kell nekem. Tehát, hogyha csak nem vagyok olyan, ha nincs olyan, egyébként van olyan szerzőjük, aki, aki ilyen habitusú, hogy csináljuk, gyertek, nézzük meg, hogy mi, mi sül ki belőle, menjünk el, menjünk el a, a bíróságra, és ott beszéljük meg. Ha csak nem ilyen vagy, akkor az azonnal legyen ilyen hatoldalas fenyegető levél után azt mondod, hogy nem kell ez nekem, uh -huh. inkább törlöm a francba. <laughs> és meg fogtok lepődni. Olyan gazdasági szereplők, akiknek a szakmai sajátossága, és abszolút a, a, az általa folytatott tevékenységnek a minimum követelménye kéne, hogy legyen, hogy egy, ez ilyen módszerekre nem hajlik meg, még az is meghajlott az ártetenebrárumnak a, a követelései alatt. Igen. És kifejtem majd, de, de ez valami elképesztő. Nekem leesett az állam, amikor ide eljutottunk. No hát mutassuk is be ezt a kiadót, mert ráfér egyébként egy ilyen átfogó bemutatás. Egyébként a Sónoszban elhelyezünk egy ankor.hu cikket, ez a digitális maffia módszerekkel vegzálja szerzőit egy hazai könyvkiadó. Ez egyébként meghivatkozza a mi podcastünket is, illetőleg a könyvünket, a történetek az árnyékos oldalról, mely mindmáig egyébként megvásárolható, és van egy róluk szóló fejezet benne, a közösségi média című fejezet de hát az Arte Tenebránumról megjelent annó egy interjú a Nádasi Krisznek a, a, az oldalán, ez mindmáig elérhető, és ott különböző nyilatkozatot tettek, illetőleg azóta már más, például jogviták keretében tettek a nyilatkozatot, amiből az elmondások alapján fel lehet építeni, hogy mit, mit képvisel végül is ez az Arte Tenebránum. Elmondásaik alapján az egész országból emberek ezrei pályáznak hozzá. 230 szerződött íróval rendelkeztek a mondjuk elmúlt hónapokig bezárólag, bezárólag mert hogy most hivatalosan nem létezik ez a kiadó, igaz, a mögött álló vállalkozás jelenleg csak szünetel, de de nem szűnt még meg. 60 nemzetközi áruházban értékesíti e könyveit. Ez azért durva, mert ugye csak magyar nyelvű könyveket adott ki, meglepő egyébként, ez a elmondás nem csak számomra, hanem mások számára is talán illetőleg a nyomtatott kiadványai 19 ország 40 boltjában vásárolhatók meg. Na most ez egy olyan volumen, amire azt gondolnád, hogy egy olyan gazdasági szereplő, aki egy ilyen teljesítményt ért el, hogy az nem akad fenn például egy, egy nem elégedetlen kommenten. De tévedsz, mert, mert nem úgy fennakad, de minden szabadidejét és energiáját arra szánja, hogy te Megfizesd az árát azért a, azért a pofátlan kommentért, amit megengedtél magadnak az Árte Tenebránummal szemben. Uh -huh. 2018-ig kell visszamennünk ahhoz, hogy megértsük a történetét. Ekkor történt, hogy egy 20 éves fiatalasszony és egy 40-es kisé agresszív külle küllemű férfi ö, megismerkedtek. Egy Írunk és Pályázunk nevű Facebook csoportban meghirdetett skifi pályázatnak köszönhetően találkoztak. Ö, többi részlet egyébként irreleváns, de hogy valahogy így összeálltak és így indítottak egy ilyen könyvkiadót, ez a Arte Tenebrarum, ez ugye a sötét művészet, vagy valami ilyesmiért lenne, ilyesmit jelentene, és horror, sci-fi, fantasy és romantikus könyveket akartak kiadni, de 2019-re terveztek mesekönyvet is. És még a megszűnése előtti, vagy szünetelése előtti hónapokban is lehoztak olyan hírt, hogy a belicei balázs, általam egyébként régen nagyon kedvelt humorista, és jó véleményt fogalmazott meg a Karma című verseskötetről, amit ők adtak ki, de talán belicei balázs sem tudott még róla, hogy milyen konfliktusokkal terhelt a kiadónak a működése. Mire idáig eljutottak, hogy Beliszai Balázs véleményt fogalmazzon meg a kiadványukról, megkérdőjelezhető eszközök egész sorozatát alkalmazták. Ugye kamu profilokat használtak, azokkal pozitív értékelést írtak a saját kiadványaik alá, lájkokat vásároltak Facebookon, majd később szépen lassan, egy ezek a kamuprofilok egyéb ö, célokat is elkezdtek szolgálni, de addig ugye ez a ezek a, ez a kamuprofil hadsereg lényegében azt szolgálta, amit annyira nem is tudok elítélni, bár én nem folytatnám ezt, de hogy egész egyszerűen át akarták ütni azt az üvegplafont, amit úgy nevezünk, hogy digitális népszerűség. Mm -hmm. Tehát az ambícióikat egyébként eddig a pontig, eddig a szintig Maximálisan tisztelem, mert hogy voltam már a cip cipőjükben, én is, nekem is voltak szerzői ambícióim, szerettem volna népszerű szerző lenni, szerettem volna egész egyszerűen azt elérni, hogy hogy név legyek az irodalmi közegben. Valahogy éreztem, amit egyébként mind tartok, hogy az írásomnak a minősége az nincsen párhuzamban a, 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 a az írói minőségemnek a népszerűségével, de szerintem ez bárki érezheti, hogy nem a jó könyv lesz a kerül a boltok polcaira, hanem azt, akit, akit jó író, annak az írónak a könyveiket jó írónak nevez meg a szakma, vagy a kiadója, vagy a nem tudom, megfizeti a kiadója a megfelelő pénzt a, a forgalmazóknak, ö, hasonlók. Tehát igazából a belefektetett pénz sem mindegy, nyilván jó is kell azért valamennyire írni, de azt azért tudhatjuk, hogy nem feltétlenül az lesz a népszerű író, aki jól ír, vagy aki sok munkát tesz bele. És hát ezt én is éreztem, én is gondoltam akkor ír, ír, indítok egy Facebook profilt, természetesen a saját írói állnevem alatt, ez nem kamu profil volt, lehoztam különböző posztokat, hogy itt jártam, ott jártam, most ezt írok, azt írok, milyen témában érdeklődnétek, kedves olvasói, meg hasonlók, három like, maximum, ha érkezett ezekre, tehát, hogy így éreztem, hogy hát ezt, ezt én így nem fogom tudni átütni, vagy rengeteg munka kell bele, vagy hát pénz kell bele, csak én nem igazán akarom akkor a Facebookba a pénzt önteni, önteni, és azóta se akarok egyébként, tehát ilyen vásárolt lájkok az nekem nem, az nekem nem fekszik. És hát végsősorban azt tapasztaltam, hogy bizonyos ilyen irodalmi körök, különösen az amatőr szinten, de hogy azok így re rettentően zártak és exkluzívak, tehát nem lehet bejutni. Mondok is egy példát. Én annó az SF Mag nevű magazinnak, ilyen online blogoldalnak, nem tudom, hogy nevezzem, többször írtam. Az volt az, a levelemnek a tartalma, hogy szívesen írnék a felületeikre, mert hogy nem volt publikálási lehetőségem, nem volt weboldalam hasonlók, és hát referenciákat akartam. Szerintem ez egy legitim elvárás, vagy egy legitim igény egy szerzőtől, hogy ahhoz, hogy név legyen a szakmában, szeretné elérhetővé tenni az írásait, nem Facebookon, meg nem ilyen blog old, blog, saját blogoldalon, hanem valamilyen más kör, vagy más platform, ha amennyiben lehetséges, tegye lehetővé hogy megjelenjenek ott az írások. Most szerintem a blog oldalnak is talán valami ilyesmi lehet az elvárása, hogy legyenek a, a blogján írások, amit mondjuk mások írnak. Tehát, hogy én nem gondolnám, hogy ez annyira ördögtől való, hogy hogy a, a, az ilyen irodalmi platformok, illetőleg a, a tőlük független szerzők, de hogy azok valahogy így együttműködjenek. Ez hát az SF mag engem válaszra sem méltatott, ami nem teljesen igaz, mert 12 hónappal később végső soron válaszoltak, hogy sajnos nem tudják lehozni az oldalukon a, az írásaimat. Hmm. Hát nem tudom basszus, tehát, hogy ez a 12 hónap, ezt még egy, még egy hatóság se engedi meg magának. Ugye, nem tudom. Persze a kedvenc baráti szerzőik azok azt írtak, amit akartak, a magazin odáig volt értük, és nem győztek reklámot csinálni nekik. Ez a kör egyébként tapasztalataim alapján rendkívül kirekesztő is volt, és sosem tudtam meg, hogy ennek mi az oka, de talán ugyanaz, mint a kortárs műtárgypiac esetén, amiről egy korábbi epizódban beszéltünk, hogy ezeknek a köröknek az a benyomásuk, hogy az exkluzivitás a saját termékeik értékét hajtja fel, mint amikor a zenei vetélkedőn van egy tag, aki alapértelmezetten mindent le húz, mert amellett, hogy ezzel lehet szórakoztatni a nézőt, automatikusan tolja fel a presztízsét a vetélkedőnek, mert itt nagyon nehéz ugye elnyerni az összes zsűritak tetszését. Talán emlékszel, Dani, hogy ezek szerveztek is egy ilyen fantasztikus kéziratok éjszakáját, mm -hmm. oda el is jöttél velem, kifejezetten azért, hogy elkísérj, és oda lehetett pályázni, én is beadtam egy írásomat, és itt ugyanezt a minőséget hozták, tehát eleve ugye mi voltunk az elsők, mint az érkezők, a zsűri már ott így tobzódott az egyik ilyen sarokasztalnál, hogy ott így papírokat raktak ide, oda meg is szervezték, hogy akkor ki hogy fog zsűrizni, meg efélik. Oda mentem hozzájuk, így köszöntem nekik, de így kb. azt sem tudták, hogy így melyikük válaszoljon, láthatólag zavarba voltak, tehát amikor egyszerűen annyira zárt vagy, érted, hogy így oda mész egy, oda jön hozzád egy, egy olyan pályázó, aki az általad meghirdetett pályázaton indult, és hozzád szól, és azt se hogy kiválaszoljon, és talán éppen a irodalmi körökből egyébként ismert Klein Heitz csilla volt az, aki ott jelen volt, és hát kb. kéretlenül oda hogy valamelyik asztalnál foglaljak helyet. Jó mondom, akkor itt ilyen jó fejkedés nem lesz. És sor is került egyébként a, a, művemnek a véleményezésére. Ez egyébként meg a szerzőket, szerzőket érő, és akár engem is érő kritika, hogy ugye nagyon érzékenyek vagyunk a saját művünkre, és ez, ez be is talált, mert ö, ö, odaültem végül, meg ugye behívtak, hogy akkor, akkor ilyen háromfős csapat így, így véleményez az írásomat, és hát természetesen péli barna módon így le is húzták jó rendesen, meg az egyikük így azt mondta, hogy hát ő, ő úgy érezte, mintha egy ilyen 15 éves lány írta volna hmm. anyát, <laughs> <laughs> És, és ne, é, 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 igyekeztek így tompítani, de nekem valahogy az volt az érzésem, hogy ez kifejezetten arra megy rá, hogy így húzzuk le jól, hogy így jó kapja meg a magáét, és akkor annál annál nagyobb vonalú kör leszünk, vagy annál nagyobb vonalú lesz, ami, vagy annál nagyobb volumenű, presztízsű lesz a mi kis, kis pályázatunk, hogy itt nagyon nehéz elnyerni a tetszést, meg mit tegyél, micsoda. Akkor kimentem így elégedetlenül telefonálni, két csaj már ott bőgött az, az, az a, a, nem emlékszem hol volt, de ott annak az udvarán, és hát nyilván ők is a rossz vélemény miatt hívták fel a párjukat, én nem bögtem, csak hát én is azért hívtam fel a, a páromat, aztán meg bosszúból elmentünk Burger <laughs> Hát nyilván látszott, hogy nem, nem, volt ott a profizmus, ugye az egészben nem csak itt feltétlenül ezzel a eseménnyel kapcsolatban, hát nyilván próbáltak valamit letenni az asztalra, hát persze az is elképzelhető, hogy a, a, drága írók kicsit tényleg néha túlérzékenyek, ezt én is átérzem, mint, mint alkotó, de ettől függetlenül persze ezt lehet profiban is megszervezni, meg levezényelni, meg minden, és, és akkor talán nem elidegeníted a, az írókat, hanem mondjuk próbálod arra ösztönözni, hogy na nem baj, most ez kicsit gyengére sikerült, de majd jövőre, és szerintem ez egy sokkal virágzó hozzáállás lenne nagyon sok dologgal kapcsolatban, de, de hát ők nem ezt alkalmazták. Lehet, hogy én gondolom így csak, de hogy én mindig figyelek arra, hogy a hallgatóinkkal, akik ugye végsősorban a termékünk fogyasztója, fogyasztói, hogy jó legyen velük a viszony, és ne érezzék azt, hogy egy zárt kört, ökört alkotunk mi ketten, akik ez nem lehet hozzáférni. Tehát, hogyha megszólítanak a chatben, akkor válaszolok rá. Egyébként bármikor bárki elhívhat minket sörözni, tehát, hogy így nincs ez ilyen zártság. Én szeretnék egy ilyen, egy ilyen dinamikus kapcsolatot a hallgatóinkkal és nem igazán értem, hogy például más felület, mint például az SF mag, hogy annak miért ennyire idegen a kapcsolata, például az olvasóival, vagy a, a publikálni vágyókkal. Sőt, hát hogyha most az, a mai témával kapcsolatban beszélgetünk, mi a legnagyobb Haterenk, hétereinknek, ugye gyűlöközőinknek, meg trójainknak is megadnánk az alkalmat, hogy kifejtsék a véleményüket, és ezt egy adás keretein belül uh, nyilván átbeszélnénk és átgondolnánk, de érdekes módon ezek a gyűlölködők nem, nem igazán uh, vevők az ilyen alkalmakra, és, és inkább elzárkóznak ettől a lehetőségtől. Tehát szerintem ez a uh, átláthatóság uh, ez általában nálunk tényleg abszolút uh, megnyilvánul, és szerintem ez így is van, jól. Nyilván, hogyha már lenne egymillió millió hallgatónk, akkor ez lehet, hogy egy sokkal, de sokkal nehezebb feladat lenne, de szerintem ezt, ezt minél jobban próbáljuk képviselni, annál jobban fogja azért a hallgatóság is hallani, hogy, hogy tényleg, hogyha van, ér minket valami kritika, vagy valami, lehet, hogy pufogunk, mert bennünk van, de ettől függetlenül át fogjuk beszélni, és, és több szemszögből is megvizsgáljuk a dolgokat, és, és reagálunk ezekre a dolgokra. Persze van, és volt is olyan a kezdeményezés, ami kifejezetten várja a publikálni vágyókat, és nem kevés munkát tesz bele abba, hogy a szerző palánták megkapják azt a gondoskodást, ami kell ahhoz, hogy jó író váljon belőlük, de az SF magtapasztalatém szerint nincs ezen a platformok között. Uh -huh. De mindebből az derül ki, hogy ha semmiből akarsz sikeres író lenni, akkor lehet az a megélésed, hogy ez csak akkor fog sikerülni, hogyha trükközöl egy kicsit. És ebben a körben ugye talán eszedbe juthat, hogy ha pozitív kommentek sorakoznának a közösségi médiás felületeden, akkor az javítana a megítéléseden. És ha nem jönnek azok a kommentek, akkor majd jönni fognak, mert te csinálsz pár kamu profilt, és azok tevében majd kommentelgetsz. Mm -hmm. Eddig én már nem lettem volna képes elmenni, az Arte Tenebrarum viszont igen, és a legfőbb baj ezzel az volt, hogy nem tudott ezen a ponton megállni. Mert nem csak a saját népszerűségük növelésére használták a kamu profil hadsereget, hanem mások népszerűségének a lerontására, nyilvános bocsánatkérés követelésére, végsősoron pedig az általuk antagonizált személyek karaktergyilkolására. Kik is ezek a releváns szereplők, akik az Árte mögött állnak, vagy álltak? Az egyik ugye Gabriel Wolf, ez talán sokaknak mond ö, valamit ez a név. Említettem ő egy agresszív, küllémű. Egyébként volt amatőr-metál Manus, és a legjobb lenne, hogyha mindjárt az egyik Ártekárosult, azaz az Árte Tenebrárum módszereit elszenvedő szerzőjük beszámolóját hallgatnánk meg hogy miképpen élte is meg, illetve miképpen is találkozott ezzel a közeggel, és hogy így mit lehet tudni szerint a Gabriel Wolfról. Sziasztok, megpróbálom 10 percben összefoglalva elmondani, hogy mi is történt köztem és az ártetenebrárom között, de egy kicsit kezdjük távolabbról. Kb. 2008 óta ismerem Gabriel Wolfot, még zenészkorából már akkoriban is ismert, de leginkább hírhet volt az egójáról és arról, hogy mennyire képes halára sértődni, és ezt agresszívan ki is fejezi. Egy rövid példát hagy hozzak fel, ami számomra az első ismert és átélt eset volt vele kapcsolatban. Csinált egy közös dalt a méltán világhírű és hírhet méhemzenek a énekesével, aminek elég hamar híre ment a zenészek között azért az ilyesmi tényleg egy nagyon nagy szó a mai napig is, és nem mindenki kap egy ilyen lehetőséget. A videóklipnek még a régi Viva tv volt a premierje, és emlékszem, hogy egy rettenetesen bűnrossz klippet csináltak, amit tényleg az egész rock és metal világon csak röhögni tudott rajta, és ezt az egészet megpróbálta rákenni a mélye énekesre, illetve már az akkor még csak gyerekcipőben járó közösségi médiában próbálta lejáratni a világhírű zenekart, azokat, akik 14-15 évvel korábban a norvégiai templomgyújtogatásokért voltak felelősek, illetve többszörös gyilkosságért ült több tagjuk is. Ebből is látszik, hogy mennyire elszakadt a valóságtól, de igazából úgy is mondhatnám, hogy sohasem élt benne. Eltelt egy jó 10 év, 12, és Wolf teljesen eltűnt, és véletlenül lakattam rá akkor már íróként a kiadóra, ami mögött nem is sejtettem, hogy ő áll. Viszonylag hamar, tényleg napokon belül megegyeztünk, és a kiadás részleteivel kapcsolatban gond nélkül ment minden, el is kezdtük a közös munkát, a könyv meg is jelent, én viszont jeleztem neki, hogy bár nem vagyok híres, de egy elég népes olvasó táborom van, így várható lesz, hogy kritikák fognak születni, és teljesen normális lesz az, hogy nem lesz mindegyik teljesen pozitív. Egy szerencsétlen véleményíró, nem is tudom, már talán a moly.hu megjegyezte, hogy a könyv grafikai tördelése nem megfelelő, és lehetne sokkal ízlésesebben is a jövőben, de ezen kívül egy kifejezetten jó könyv, és mindenkinek csak ajánlani tudja. Nos, én még aznap este kaptam egy nem viccelek 19 oldal hosszúságú levelet, amiben rengeteg maszlag mellett elmagyarázták nekem, hogy én szándékosan többször rossz indulatból lejárattam a kiadót, és direkt személy szerint Gabriel Wolfot, aki mindent megtett értem, és cserébe én hátba döftem, megaláztam, és nyilvánosan ö, rossz hírét keltettem, és a hitelrontás mint a példája vagyok. Ö, pénzt követeltek tőlem, szó szerint idézem, pénzt, amit mindenféle jogi kamudumával próbáltak alátámasztani, ö, hogy a követelésük tulajdonképpen jogos. Többek közt azzal fenyegettek, hogy ha nem fizetek, akkor a terror, el, terror elhárítók fognak letartóztatni, ö, lefoglalják a laptopomat. Ö, hogyha nincs elég pénzem kifizetni a követelt 1 millió forintos bánatpénzt, akkor a terrorelhárítók elviszik az autómat, a gitárjaimat, a laptopomat de az is előfordulhat, hogy a munkahelyemen tartóztatnak le, mindenki szeme láttára, úgyhogy közben meg kell állnia a munkának, amivel veszteséget okozok a cégnek, akik szintén beperelnek majd, mert rossz hírüket keltettem, szóval fizessek csak, mert ha nem, akkor egy összehangolt, ha kell, nemzetközi per lesz ellenem, és megyek a hűvösre 20 évre legalább. Most ezen a ponton azért már úgy éreztem, mintha egy elbaszott komédiában lennék. A probléma csak azzal volt, hogy a szívbeteg anyámat zaklatták telefonon éjszaka, tehát direkt ö, sötétedés után, amikor az ember már aludna. E, és azért ő ezt elég rosszul fogadta. És szerencsére ezzel egy idő után leálltak, mivel látták, hogy velem nem igazán tudnak keménykedni, ezért létrehoztak a nevemben egy Facebook profilt, amihez felhasználták a profilképemet, és azzal vélhetően kamu profilnőknek küldözgettek üzeneteket, aminek a vágóképeit elküldték a feleségemnek. A feleségem megkérdezte tőlük, hogy ha én beszélgettem ezekkel a nőkkel, akkor nekik honnan van hozzáférésük az én profilomhoz. Onnantól kezdve nekik sem, nekik, neki sem írtak többet. E, igazából tekintve, hogy én sem ma kezdtem a szórakoztatóipart, part, e, tudtam, hogy az egész egy nagy bullshit és semmi valóság alapja nincs, és az egész akkor zárult le, amikor egy újságíró barátom, aki egyben a parlamenti képviselő is jelezte számukra, hogy ha a bíróságra akarnak rángatni engem, akkor ők engem bizony meg fognak védeni. Azóta igazából egyetlen levél, sem fenyegető üzenet, semmi sem érkezett, csupán az ismeretségi körömben zajló sok-sok sztorit hallottam. Hát mit gondolsz, Dani, így a beszámolóról? Hát elég intenzív, tehát azért igen, ugye a korábbi példánál a dénesnél is már ugye az ember foghatja a fejét, hogy hogy miket mondogattak, meg mivel fenyegetőztek, de hát azért ez már tényleg megint csak túlmutatott még azon a szinten is, és tényleg úgy tűnik, mintha ez egy véget nem érő dolog lenne, és egyre durvább és durvább módszereket alkalmaznak, ami tényleg valahol szánalmas, és, és abszolút itt úgy vannak beállítva ez az egész árte oldal, mint hogyha tényleg ők lennének az atya úristenek és hát ahogy már mondtad többször is, hogy mindenki mellettük állna, a, a hatóságok, meg mindenki, és gyakorlatilag Gyakorlatilag egy ilyen legyőzhetetlen fenevadról beszélünk. Hát ször, szörnyű belegondolni, hogy tényleg hány embert zaklathattak ilyen szinten, és hogy, és hogy valóban mennyire adott esetben maradandó dolgokat, károkat okozhattak, meg, meg tényleg gyakorlatilag elég turván hatottak emberekre. És nyilván aki egy kicsit érzékenyebb, az az, az nagyon komolyan károsodhatott ebből a szempontból, mert hát persze most azért szerintem Dénes is talán oké, okay, aggódott, de valamilyen szinten talán így el tud hesegetni, meg hogyha adott esetben velünk is ilyesmivel próbálkoznak, akkor akkor jó, hát egy pár mondat elejéig talán átgondoljuk, de utána mi is átlendülünk ezen, de valóban, hogyha egy kicsit érzékenyebb ember vagy, akkor ilyen szintű fenyegetések akármennyire szürreálisnak is hangzanak, még, még az adott pillanatban is, akkor is hatással vannak az emberre. Úgyhogy hát elég szomorú és, és szánalmas próbálkozások voltak ezek, az biztos. Én annyit fűznék hozzá, hogy ugye a kolléga említette, hogy a Gabriel Wolf bánatpénzt követelt tőle. Na most a bánatpénz nem akkor jár, amikor bánatos vagy, hanem amikor a szerződéstől elállsz, akkor az elállás esetén, amennyiben kikötöttétek a szerződésben, kérheti adott esetben a megbízott, de hát egyébként nem, nem probléma, tehát nem, nem, új, nem lesz újdonság számotokra sem, hogy a joggal nagyon felületes a kapcsolatuk, Viszont, viszont olyan a kapcsolatuk a joggal, hogy, hogy ezt a felületességet nagyon jól el tudták hallgatni, és nagyon jól csináltak olyan benyomást más emberekben, hogy ők egyébként rendkívül jól ismerik a jogot. Gabriel Wolfról még annyit, hogy a felesége aki ugye a kiadóvezetője volt az Árténak, az az egyik nyilatkozatában, bocsánat, nyilatkozatában, amit egy jogvitájában vállalt, úgy fogalmazott, hogy Gabriel Wolf nagyapja református lelkész volt, aki számtalan zsidó családot mentett meg a II. világháború alatt, és aki az országból elmenekülve New Yorkban Reverend Julian Nagy néven megalapította az első magyar református gyülekezetet. Tehát ez lenne a története a Wolf családnak, hogy úgy mondjam, hogy hát ilyen felmenőkkel rendelkezik, ezt egyébként azért fogalmazta meg az egyik ilyen nyilatkozatában, hogy hangsúlyozó, hogy ők ennyire becsületesek, hogy még a nagypapa is zsidó mentő református gyülekezet alapító lelkész volt. Na most ezt a hazugságot mi rendkívül egyszerűen le tudtuk buktatni, ugyanis van egy árkánum előfizetésünk, ami nektek is megvan a lehetőségetek. Itt rendkívül, több, rendkívül sok példányszám van digitalizálva, többek közt a reformátusok lapja Esetén is, tehát rengeteg ilyen ö, több száz évre visszamutató, megjelen és kereshető ott és abból az egyik ilyen ö, lapszámból kiderül, hogy az amerikai magyar református egyházat 1890-ben alapították meg Clevelandben. Az első magvető még Ács volt, kosút református papja, és ugyancsak Clevelandben próbált gyülekezetet alapítani ő is, de sikertelen évek után újra visszatért az óhazába. Végül 1890-ben a nagyarányú bevándorlás kezdetén az amerikai református egyház hivatalosan fordult református lelkészekért a Magyarországi Egyházhoz, ebben az évben aztán megalakult az első Magyar Egyház 60 taggal. És az amerikai magyar népszava 116. száma szerint Kossuth Lajos a New Yorki Magyar Református Gyülekezet megszervezésével is tábori lelkészét Ács Gedeont bízta meg 1852-ben, őt követték 95-ben Demeter Bertalan, 98-ban Kuti Zoltán Esperes, 1921-ben dr. Takaró Géza, Egyházmegyei elnök és 58-ban Kovács Imre. Tehát Julian Nagyot nem csak hogy a korabeli sajtó nem említi meg, de 250 év digitalizált sajtójában sem lehet rátalálni arra szó, szó hogy Julian Nagy, nemhogy még a Reverend Julian Nagy. Tehát tényszerűen az az állítás, hogy a Gabriel Wolf nagyapja református lelkész volt, aki zsidókat mentett és megalapította New Yorkban az első magyar református gyülekezetet, ez tényszerűen hazugság. Mm. Most beszéljünk a feleségről. Őt hát kicsit nehezen fogjuk tudni megnevezni, mi Marosi Katalinként fogunk rá hivatkozni, mert hogy ez egy ilyen szerzői álnév. Nekem szerencsém van tudni, hogy nem ez a hivatalos neve, de még csak nem is a lánykori neve. Ő Sacheverell Black néven is publikált, és, de emellett egyébként több néven is bemutatkozott. Már csak azokat nem említjük, de elég követhetetlen volt egy időben. Mi Marosi Katalinként fogunk rá hivatkozni, mert ezt a nevet használta közszereplői, azaz írói minőségében. Őt egyébként ö, egy ideig szerintem mindenképpen, de talán még mindmáig a legrosszabbul értékelt, moly.hu-n regisztrált könyv tartották számon. Ő írta a Teddy bosszúját ami, hát én nagyon sokszor visszamentem oda a komment szekcióba, hogy nevessek nagyokat, mert nagyon érdekes és vicces kritikák születtek. Ugye ilyen tizenvalahány százalékon áll ennek a könyvnek az értékelés, és az egyetlen pozitív vélemény az a, az a Marosi Katalinnak a kamu profiától származik, de én azzal kezdeném, hogy csak, csak hang, hogy is mondjam, hangsúlyozzuk ennek a könyvnek a színvonalát, amely a Arte Tenebrán kiadó vezetőjétől származott, pár idézetet olvassunk fel belőle. Például a fiú még azért is kockáztatta saját testi épségét, hogy teljesen kitisztítsa a lány hajkeféjét. És miért vagy ő medve? kérdezte félve Melissa. Ez a szenvedélyem, felelte könnyedén a férfi. Kikre buksz? Rád. Ha nincs torta, ne legyen hapsa a tetején. Az agy egy igazán különleges teremtmény mert ő az a fajta lány volt, aki képes volt dühöngeni, ha nem akadt minden második kilométer kőnél egy félisten, aki persze mindenféle jutatás nélkül megcsókolja, vagy ha még többre vágyna, akkor ágyba viszi minden szó nélkül. Sűrű el a szobát, és idegen alakok léptek be. Vagyis nem beléptek, hanem volt, aki a falon keresztül érkezett. Hát ilyen színvonalon egyébként már mi is produkáltunk. <laughs> Ugye emlékeztetnénk titeket, hogy a, van az április 1 adásunk, ez a atipikus szerződésekről szól, és ugye azt úgy publikáltuk, hogy úgy csináltunk, mintha nem április esélyi tréfa lenne, és a végén felolvastunk a könyvünkből, amit sose írtunk meg, de megpróbáltuk beadni, hogy a könyvünk az ilyen young adult teremtmény lesz, és rendkívül egyszerű ilyen stílusban írni, mert hogy akármilyen hülyeséget, még ilyeneket is összehordhatsz. De hogy visszatérve a Teddy bosszújára, hát ez egy szar young adult íromány volt. Javára szóljon, hogy Marosi Katalin 15 évesen írta, egyébként szép teljesítmény 15 évesen könyvet írni, ezt abszolút elismerem, de arról se szabad megfeledkezni, hogy rendkívül rosszak a kritikák. Ennek a protagonistája, ennek a könyvnek egy úgynevezett Mary Sue, hívják, de hogy ezt az ő kategóriáját, a popkultúrában úgy nevezik, hogy mériszú, uh -huh. Gyakorlatilag ez az, amikor valaki, mondjuk egy női szerző ö, saját magát írja be oly módon a, a, a műbe, hogy mindazt a tulajdonságot ö, bírja ez a karakter, amivel a, maga a szerző nem rendelkezik, de nagyon szívesen rendelkezne. Például a új Star Wars filmekben ennek a Rey-nek a karakterét ilyen mériszúként illették, hogy itt a valamelyik szerző belevitte azokat a tulajdonságait, ahogy szeretné látni magát. Uh -huh. Egyébként ez a Teddy bosszúja önmagában egy nagyon zavaros mű volt, és, mint mondtam, nagyon vicces kritikák születtek így. Az egyik legátfogóbb és legolvasmányosabb kritika az Dius 33-tól származik, mindmáig egyébként elérhető a moly.hu-n. Ez egy összefüggéstelen borzalom, katasztrófa, írtózat, rettenet, förmedvény, borzadály, iszonyat, rémség. Még férzműnek sem mondanám. Könyvnek csúfolni ezt a szörnyűséget, ezt a zagyvaságot? Inkább olvasom minden nap az elektromos fogkefé használati útmutatóját, vagy a teljes doboz feliratát, mert abban több értelem van. És hogy ne csak a levegőbe beszéljek, alá is támasztom érvekkel. Főszereplő Luvnyánk, már kétszer volt neve Melissa, ennek ellenére felváltva hívják Lizának és Melissának. Lúvnyánk ex aztán újra pasia, aztán megint ex krég, aki félvér angyal létére odaadja magát a sötét alvilágnak, Nick nevén zenész, erről a Nick névről 16 ezerszer hallunk, alvilági révészünk viszont kategórikusan a keresztnevén szólítja, talán rá nem vonatkoznak a túlvilági szabályok. Fent említett révészünk egy átokkal van csónakjához kötve, melynek ezer éves történetét Krég egy kétpontos beugrással semmisé teszi, mikor helyet cserél az alvilág evezősével. Melissa Lizánk egy kibékülés alkalmával egy csóktól lesz ikerterhes, mert semmi nem mutat szexuális érintkezésre. Hát euh, tanulhatnánk valamit, mert, mert, elég összetett történetnek hangzik, és hát nyilván ugye én nem olvasok annyit, mint te, tehát lehet, hogy olvasói szemmel, ha elolvasnád ezt a művet, többet tudnál mondani, de igen, azt láttam, hogy volt egy, egy rövidebb kritika is, ahol Niki azt írta, hogy ebben a műben van minden ember, angyal, ördög, elf, mágus, szellem, félvér, csak éppen egy, dolog hiányzik az értelem, és nyilván nekem az ilyen alkonyat szintű, meg, meg szürke 50 alatt a szintű dolgok jutnak eszembe, de, de hát ki tudja, hogy ezt mennyire gondolták komolyan, bár nekem ugye az, az a látszat jött át, jött át, hogy ezt igazán is komolyan gondolták, és, és ez, egy, ez, 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 valami, hát hogyha nem is a Magnum Opusnak tervezték, de, de közel állhatott -e ez az állapothoz. Ö, és hát igen, és hát gondolom, hogy ez is ugyanúgy volt folyamatosan pumpálva, hogy ez top 5 könyv, és hogy mennyire jó, és hogy mennyire vásárolja meg mindenki, de hát látszik, hogy igen, akkor hasonló színvonalat hoznak, és hát igen, oké, okay, akkor írta az illető, amikor írta, meg stb. De hát mégis, hogyha egy komoly kiadónak akarunk tűnni, aki nem tudom, mekkora presztízsgel rendelkezik, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban át kellett volna gondolni ezt az egészet. Az íromány már a Publio kiadó webshopjában sem érhető el, ami egyébként ugye kiadta, még ingyen sem lehet hozzáférni. Ö, azt is olvastam, van benne egy heroinfüggő karakter, aki ha nagyon el akar szállni, akkor vénába szúrja a tűt. És ugye azok, azokat, amiket emlegettem. Tehát olvasgassátok egyébként az értékeléseket, mert tényleg viccesek. Többet tudsz meg a könyvről, mint hogyha elolvasnád a könyvet. Egyébként, hogyha én ennyire rossz könyvet írnék, akkor inkább beleállnék, mint Uwe Boll, aki minden idők legrosszabb rendezője volt egy időben, és nem nemhogy visszakozott volna, amikor ezek így artikulálódni kezdtek, hanem tovább csinálta nagyon rossz feldolgozásokat már szó szerint petíciók születtek ellene. Hát e, e, hova tovább, volt talán az egyik utolsó próbálkozása, amit valamelyik szegény, vagy Indiegogo, vagy Kickstarter kampányjal akart volna elindítani, de hát ugye nem jött össze a pénz, és hogy gyakorlatilag egy fuck you videót készített, hogy hogy az egész biznisz, meg a nézők, meg mindenki e, e, csináljon magával azt, amit akar, és, e, és én imádtam, mert hát tényleg azért az egész munkássága egy hát elég érdekes munkáság volt, de hogy igen, ő ebbe beleállt, csinálta, valamiért kapta a pénzt, alkalomattán még egy, egy nagyobb, vagy hát kevésbé kisebb színészt is sikerült bevonnia, úgyhogy ja, aránylag egész jól csinált ahhoz képest, hogy mit képviselt. A múlt még érdekes mindenképpen megjegyezni azért, mert ezen mai bejegyzések alatt indult el valami, ami évekre definiálta az Arte hozzáállását. Nem emlékszem, hogy a Teddy bosszúja, vagy inkább a Gabriel Wolf és a Marosi Katalin közös műve alatt, de hogy a legenda szerint uh, itt olyan komment uh, cunami érkezett, nem csak tőlük, hanem mindenkitől, és hát eleve ugye megjelentek az első komolyabb uh, kritikák hogy állítólag a szerző, tehát a Marosi Katalin ezen a ponton követelte, hogy aki értékelést ír a műről, az számlával bizonyítsa, hogy megvásárolta a könyvet, ugye ellenkező esetben meg hát gondolom orgazda vagy valami hasonlók. És hát ezen már önmagában a mój felhasználók fennak adtak, de hát senki nem tartott vissza, hogy így széjjelszedje a komment szekcióban. Úgy, úgy értesültem, hogy önmagában, eredeti formájában ez a, ez a komment folyam, ez erre még egy év is kevés lenne, hogy így szétszincált, mert annyira sűrű volt, de hogy a molyon törlődnek az ilyen azon profiloknak a kommentjei, amiket amely profilokat is töröltek, és hát ez így megnehezíti sokak számára, hogy rekonstruálják az ott lezajlott kommunikációt, de a legenda szerint Gabriel Wolf ott a komment szekcióban kérte meg Marosi Katalin kezét. Marosi Katalinról még annyit, hogy aki élőben látja ezt a hölgyet, az a benyomásot támad, hogy egy törékeny asszony, aki hát segítségre, vagy legalábbis az emberek megértésére szorul. Ennek ellenére birtokában van a képességnek, hogy novella hosszúságú fenyegető leveleket írjon, illetőleg feljelentést tenjen a rendőrségen olyan emberrel szemben, akit antagonizál, valamint válaszoljon a bíróság hiánypótlására is. Tehát én nekem nagyon sokszor mondták, és én ezt abszolút, te, tehát hangsúlyozom, abszolút te nem képviselem, hogy ők, hogy ők elmebetegek. Nem, ők nem elmebetegek, mert aki szerződést tud kötni, aki számlát tud kiállítani, aki adózni tud, aki el tud menni a rendőrségre és ott fejlentést tud tenni, aki tud reagálni a bíróságnak a hiánypótlására, majd el tud menni a, az általa kezdeményezett magánvádas eljárás első tárgyalására, az nem elmebeteg. Más problémáik vannak, de nem elme problémáik. Igen. És ez azért fontos kérdés, mert ezt a két civil szinte senki nem merte még bírálni, még mi is csak a nevük, hova tovább a vállalkozásuk neve nélkül voltunk hajlandók beszélni róla, mert annyira gátlástalan volt minden terror hadjárat, amit az ellenségeik ellen levezényeltek. A könyvünkben is dr. Tannenbaumként mertünk rá csak hivatkozni, <laughs> ezt egyébként te találtad ki, Dani, de nagyon jól, mert hogy a Tenebrárum Tannenbaum, a doktor az egyébként egy kamuprofiljukra utal, a dr. Szexárdi Árpádra, mindjárt beszélünk róla ismert, az is megér egy misét, de annyira meggyőző volt számunkra is az, amit a leveleikben a rendelkezésre álló erőforrásaikról állítottak, hogy ügyvédcsapat, meg rendőrismerős, hogy hogy mi sem mertünk annyira ebbe beleállni, sőt egyébként én bevallom őszintén, én az erről szóló epizódunk megjelenése előtt lementettem minden addig megjelent ö, ö, epizódunkat, és összegyűjtöttem, hogyha esetleg a kamuprofil hadsereget ráállítják a mi podcastünkre, és panaszokat írnak mondjuk a Simplecastnek, akkor rekonstruálni tudja, újra fel tudjam tölteni az összes epizódot. Az a helyzet, hogy ezek, ezek az eszközök, ezek működtek. Tehát ez a legszomorúbb. Abszolút nem volt igazuk, abszolút igazságtalan volt, amiket végrehajtottak, és mélységesen aránytalan volt az a, az, az, erőbedobás, amit, amit rászántak egy-egy ilyen jogi terrorhadjáratra, És mégis sikerült, érted? Nem volt egy árva ügyvéd a birtokukban. Nem volt egy jogi szakértelme rendelkező ember, aki segítette volna őket ezekben a üldözésekben, és mégis sikerrel jártak egy csomó esetben. Még az is ugye a meghajlott az akaratuk alatt, akinek az, aki esetén a szakmai minimum lenne, hogy ne adjon hitelt a szug szubjektív panaszaiknak, még az is igazolhatóan hitelt adott nekik. De erről később beszélünk. Úgy kell elképzelni az ő eszköztárukat, hogyha az általános értelembe vett jogi terrorra úgy tekintünk, mint az ágyú tűz, akkor az általuk alkalmazott terror egy olyan szőnyegbombázás, amit láva hajtanak végre. Tehát napalm lényegében. Tehát az a fenyegetés, amit egy 5-10 vagy akár 20 oldalas levélükben levezetnek, olyan hiányosságaidat is képes elérni, aminek a létezéséről sem tudtál, de talán még egy jogásznak sem jutott volna eszébe. Hozzám több ártekáros út fordult az elmúlt évek alatt, és minden alkalommal azon kaptam magam, hogy számos, számomra relatíve idegen jogterületet kell átnyálaznom csak azért, hogy megnyugtassak embereket, hogy amivel az ártésok fenyegetik vagy támadják őket, az nem reális szenárió. De visszatérve arra, hogy ugye bírálható-e Gabriel Wolf például, hát ő a világháló tanulsága szerint egy, egy bestseller író, internet felhasználók tízezereihez jutnak el a szerzői művei, ráadásul nemzetközi piacon is elvileg nagy népszerűségnek örve, nem tudom hogy, de kiadó nyilatkozatait mondom csak, és elvileg ugye a nemzetközi terjesztők is százával kereskednek a műveivel, hova tovább állítólag az utcán is leszólítják, és autogramot kérnek. Tehát egy ilyen színvonal mellett talán azt gondolom az a minimum, hogy kritizálhatsz valakit. Igen. És itt van Marosi Katalin, hát ő egy kiadót képvisel, tehát őt alapesetben nem kellene közszereplőnek minősíteni, de nem is igazából őt kritizáljuk, hanem a kiadót, amelyet vezérelt, és azokat a módszereket, amelyeket a kiadó képviseltében alkalmazott. És hát Végsősorban az üzlet tevékenységét kritizáljuk, és ezt azt gondolom, hogy tűrnie kell. Ebből a Nádasi Krisznek az oldalán megjelent interjúból derült ki, többek közt a Gabriel Wolf megnyilatkozása alapján, hogy ők nem kérnek pénzt a kiadásért. Ők így csinálják, más kiadó máshogy csinálja, de hogy ők azt adják ki, amit kiadónként eladhatónak tartanak, hovasóként pedig élvezhetőnek és szórakoztatónak találják. Ilyen értelemben szerintük hagyományos kiadónak minősül az Ártetenebrárum. Ez 2019. februárjában jelent meg ez az interjú, és az oldalon később, 2020. decemberében megjelent egy kiegészítés, hogy 2020-ban a kiadó a szerkesztetlen kéziratok megjelentetése esetén a szerkesztésért díjat kér. Egyébként ugyanitt megjelent a Szürke Zóna podcastre való hivatkozás mm -hmm. is. És szintén Gabriel Wolf fogalmazta meg ebben az interjúban, hogy lehet, hogy ezzel a hozzáállással mi nem fogunk multicéggé céghálózattá nőni, de hogy őszinte legyek, nem is akarunk. Jobban szeretjük a csádias a hangulatot a kiadónál. A szerzőkkel inkább baráti, mint sem üzleti kapcsolatra és hangnemre törekszünk, igyekszünk rájuk nem ügyfélként, hanem barátokként, harcos gondolni, akiktől nem kérünk és nem várunk el semmit, mégis számíthatunk rájuk akár a bajban, akár hétköznapi dolgokban, mert összedolgozunk. <laughs> Elég viccesen hangzik így mindent ismerve. Hát különösen egyébként azt a nyelvezetet ismerve, amit a jogvitáikban ha használnak, vagy alkalmaztak, felidézünk egy jogvitát. Jogvita alatt egyébként sima komment párbajt vagy levélváltást is lehet érteni, de hát mégiscsak jogvitának minősül az, hogyha például szerződéses rendelkezésekre hivatkozik, hivatkozva vitatkozik egy kiadó a szerzőjével, amivel jogvi jogviszonyban áll. Mert az egyik szerzőjük a következő észrevétellel élt a saját műve szerkesztésével összefüggésben. Így szólt az észrevétel. Ami már az erőszerkesztéskor is feltűnt nekem, és azóta is frusztrál, hogy mindjárt az első fejezet a szereplő megnevezésével kezdődik. Elgondolásom szerint már az ő megszületése előtt is így éltek a koremberei. Ezért ragaszkodom hozzá, hogy pont-pont-pont pont pont megnevezésen nélkül kezdődjön. Tehát ez volt a szerkesztéssel összefüggő véleménye, akik ugye az ártisok odaírták az elejére a karakter nevét, és ő ezzel nem értett egyet. Válasz, kedves, pont, pont, pont. Nézze, írhat nekünk még több felkiáltójelet a mondat végére, akkor is a szerződés írt alá velünk, a következőkről idézzük. Minden javítás tárgyalagos, szakmai szempontból történik, és nincs benne személyes indítatás. Ebből kifőleg az ezzel kapcsolatos vita is felesleges, és a kiadó sem részt venni, nem hajlandó ilyen vitákban sem reagálni rá. Mi tehát nem pocsátkozunk vitába. Javításainkat négy tapasztalt szerkesztő egybehangzó véleménye alapján eszközöltük. Ezért sem nyitunk róla vitát, sem pedig felkiáltója és kiabálós veszekedésben, amit ő jelenleg folytat, nem veszünk részt. Tájékoztatjuk arról, hogy jelenlegi viselkedése a fenti szerződési pont szerint szerződésszegésnek minősül, és valójában nem is lennénk kötelsek válaszolni erre a levére, amit ilyen hangnemben írt nekünk. És hát jó hosszan egyébként pörgettik e ezt a dolgot, a, tehát ezt, ezt a minőséget, a, ezt a rendkívül családias hangulatú beszélgetést ugye, ebben a levélben, és feltűnt a végén, hogy nem csak magukat, kettejüket hivatkozzák meg, hanem Lami Júlia szerkesztőasszonyt is, aki többek között a nőklapjának ír, én nem tudtam elképzelni, hogy ő részt vett ebben a dologban. Írtam is neki, csak ugye a podcast nevében, de nem, nem reagált még. De hát ez, ez, a, ez a minőség, ez már is így megpendítette, hogy hát ők mit gondoltak itt családias légkör alatt, hogy így neked, mint szerzőnek kussa neved, fogadd el, hogy ők itt a kiadók, és ők azt csinálnak, amit akarnak a műveddel. Aztán itt van ez a bestseller minőség, ami egyébként vitatárgya lehet, hogy ez a Gabriel Wolf, ez állandóan bestseller írónak volt eladva, és hát nem győztek hangsúlyozni, hogy a kiadó bestseller írója, és hogy bestseller író így, meg úgy. Na most ez ugye egy sajátos sztori, mert hogy ők arra hivatkoztak, hogy a Google Play áruházban a kiadványai, Gabriel Wolf kiadványai többször elérték a bestseller minőséget. Ezt még videón is szemléltették, amire ugye előbb hivatkoztál, Dani. Uh -huh. És a Konc Jánosnak az oldalán a marsbook.hu jelent meg egy nagyon jó levezetés arról, hogy mit jelent ez a bestseller minőség, mert hogy a, ez az Árte Tenebrárum ezt a Google Play internetes áruház könyvcsatornájának napi rendezéséből eredeszteti. És hát felmerül a kérdés, mennyire releváns a magyar könyvpiacon a Google Play. Konci János szerint ennyire. A magyar könyvfiac jelentős részét, közel 90%-et a Libri és a Bookline csoport fedi le. A maradékon osztoznak a kisebb hazai terjesztők. A Google Play könyveladásai szinte kimutathatatlanok Magyarországon. A nagy böngéző cég bevételeit az appok -ok és játékok adják, nem a könyvek. Tehát az, hogy valaki ideig óráig valamely lista élére kerül, valójában nem bír jelentőséggel. Hát és nem csak az, hanem egyébként én egy-két ilyen videót végignéztem, ezek ilyen egy-két perces videók ahol tényleg bemennek a Google Play-be, és itt nem arról van szó egyébként, hogy mondjuk könyv kategóriára szűrnek rá, hanem gyakorlatilag egy négy, öt, hat lépcsőfokon végig mennek, és egyre jobban beszűkítik ugye a keresést, és akkor amellett, hogy annyira nem mérvadó egyébként ez az egész bestseller minősítés, tehát eléggé leszűkítettük, hogy már gyakorlatilag majdnem, hogy ott tartunk, hogy Arte Tenebrarum könyvek, és akkor ott bestseller, tehát amellett, hogy tényleg nem lehet ezekre hagyatkozni, még, még, önmagában az egész videó is egy vicc, ahol bemutatja, hogy hát igen, erre vagyunk büszkék, és, és egyébként adott esetben lehet, hogy abban a kategóriában már egy hónapja nem, vagy egy éve nem jelent meg semmi. Hát így nyilvánvalóan könnyű bestsellernek lenni, hogyha ne egy Isten tizen letöltötték ezt a, ezt a könyvet a Google Play-ről, és akkor ezért került a lista elejére. Konci János egy másik cikkében pontosan leírta, hogy mi ez a trükk, amivel a Google Play-en percek alatt bestseller szerzővé válhatsz, meg hivatkozzuk a show ezt a cikket. Akiről Előbb beszéltünk, illetve akinek a levélváltását előbb említettük, ő szintén egy szerződéses írójuk volt. Ő a pályázat figyelő rendszerekben találkozott ezzel a, ezzel a kiadóval. Egyébként nagyon könnyen jutottak el hozzá azok, akik. Eleve kiadót kerestek, hát én tapasztalatból tudom, hogy gyakorlatilag ha kitálod, hogy akkor a kéziratodat adja ki valamilyen kiadó, akkor szinte senki nem reagál, sok esetben még az se, aki egyébként pénzért kiadná neked. Tehát, mint beszélt, mondtuk, ez egy nagyon exkluzív történet sajnos. És hát ilyenkor a szerzők azt érzik, amikor meglátják egy ilyen pályázatfigyelő rendszerben, hogy na végre valaki, valaki vevő az én írásomra, el fogom küldeni akkor a pályázatra. Ez az írójuk konkrétan kiadói szerződést is kötött az rt vel melybe egyébként nagyon érdekes rendelkezések kerültek. Hosszú bekezdések rendezik azt, hogy milyen formában nyilatkozhatnak meg egymással, illetve egymásról a felek. Például, hogy a kiadó vállalja, bocsánat, a szerző vállalja, hogy a kiadóról vagy a kiadó munkatársairól nyilvános felülete szidalmazó, lejárató, sértő, gúnyolódó, rágalmazó, hitelrondó, személyeskedő megjegyzéseket tesz valaki, tehát nem ő, hanem ilyeneket tapasztal, vagy vitak folyik róla, akkor a szerző nem köteles beavatkozni a társalgásba vagy vitába. Azonban a mégis úgy dönt, hogy közbeszól, az kizárólag a kiadó és munkatársai védelmében, mellettük kiállva, jó hírüket megvédve, érdekeiket és személyiségi jogaikat szem előtt tartva teszi. Tehát szerződésben kötelezett téged az Arte Tenebrarum, hogy amennyiben Megszólalsz egy olyan poszt alatt a komment szekcióban, ami róluk szól, akkor az csak is a kiadó védelmében teheted. Ellenkező esetben szerződés Egyébként meg. Vállalták a felek, hogy nyilvánosan a médiában és az interneten egyaránt egymásról lojális, fair módon nyilatkoznak, egymás rossz hírét nem keltik, illetőleg megvannak a következményei annak, hogyha a szerző támogató, egyetértő jelleggel vesz részt a kiadó vagy munkatársai ellen irányuló szidalmazásban, mert akkor az e-könyv kiadványból a kiadó haladéktalanul eltávolítja a szerzői műveket, és az antológia abban a formában kerül ismét terjesztés alá, amely formában nem tartalmazza a szidalmazást támogató kiadó művét. Csak hogy pára említsék említsek meg. Hát egyébként ez, ez, is erősen hangzik. Annyiból meg tudom érteni, hogy nyilván azért a, a nagy cégek többször szokták ezt csinálni, hogy ugye az alkalmazottak, meg akár a vezetőség is, ugye, ahogy mutatja magát, az ugye reflektálódik a cégre, meg a csapatra, meg a mindenre, úgyhogy ezt egy, egy szintig meg lehet érteni, hogy ugye te milyen képet mutatsz magadról. Adott esetben ugye többször előfordul az, hogy tényleg Facebookon adott esetben, hogy szapulod a cégedet, vagy tényleg megnevezed, hogy hát igen, én ennél a cégnél dolgozok ebben a, ezen a részlegen, ebben a csapatban, és hogy hát a főnököm, a menedzserem az milyen genyláda. Nyilván ezekről azért én már többször hallottam, de, de hát megint csak ugye azt érzem, hogy itt megint egy kicsit azért megy a, a fenyegetés, meg azért mutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, és hogy mennyire komolyan kell venni minket. Egyébként sajátságos a jogok kezelése, kez és ezekben a szerződésekben. Például a szerződés aláírásával a kiadó lemondatja a szerzőket a, a művének, művüknek a, a szerzői jogairól, kizárólagos felhasználási jogot adnak így a, a kiadónak, és hát cserébe egyetlen darab tisztelt példány a szerzőnek a jussa abból a könyvből, amit a kiadó kiad, és aminek a jogait így megszerzi. Mondom sem kell, szélsőségesen, szélsőségesen aránytalan ez a megoldás és etikátlan, de hát azt gondolom, az árte és az etika az két olyan fogalom, ami egy podcastben talán meg sem említhető. Eljött az idő, hogy dr. Szexárdi Árpádról is beszéljünk. Hát ő a kiadó egyik kedvenc bábja volt, és letagadhatatlanul kamu profil. Ha másból nem, akkor korábbi profil képéből lehet erre következtetni, ami eredetileg a Kristen Stuartnak a férfiasított verzióját ábrázolja, tehát valamilyen diátadóna szőke rövid hajas képét, tehát a diátadon készült a Kristen Stuartról valami kép, és azt berakták ilyen face-up-ba, vagy mit tehát így férfiasították, ezt gondolom nem nehéz ma már megcsinálni. Dr. Szexárdi Árpádnak egyébként több funkciója volt, egyrészt az, hogy mint a korábban meghirdetett pályázat nyertese egy-egy kommentben validálja az árte által szervezett fizetős irodalmi pályázatokat. Uh -huh. Másrészt a többi szerzővel folytatott privát chatben ajnározta Gabriel Wolfot. Saját névjegye szerint a Semmelweis Egyetem pszichiáter szakorvosa volt, bár ahogy az egyik szerzőtársával folytatott csetelés keretében elmondta, már 2014 óta nem praktizál. Az Arte Tenebrarum fennállása alatt szabadúszó újságíróként dolgozott, de egy publikációját sem volt hajlandó megjelenni, Megjelölni, mivel ghostwriterként írt több újságnak is, sokszor női neveken, és a szerződése nem engedi, hogy felfedje a kilétét. Természetesen a kiadóz való kötődésen kívül semmi nyoma nem volt ilyen nevű embernek, illetőleg egy közérdekű adatigénylést is benyújtott valaki a Semmelweis Egyetemhez, hogy megkérdezze, hogy a Szexárdi Árpád mettől meddig dolgozott ott, mert hogy saját bevallása szerint ott volt pszichiáter szakorvos, de a Sote azt válaszolta, hogy a munkaügyi nyilvántartásukban nem szerepel ilyen nevű dolgozó. Hmm. Árpádnak a etikátlan alkalmazását akkor lehetett észrevenni, amikor megkérdezett az Árte egy pályázatot, ami konkrétan ilyen horror pályázat volt, Tehát az új faj, valami ilyesmi Igen. volt a címe, arra emlékszem, és akkor találkoztam először ezzel a, ezzel a sztorival, hogy Árte Tenebrárum, és a következő kommentet helyezte el dr. Szexárdi Árpád szerzői oldala, a pályázat alatt. Elolvastam a pályázat teljes leírását a linkre kattintva. Állati jó ötlet ez a koncepció. Újszerű ötlet és a szerzőknek is kiváló kihívás. Kreativitást igényel. Jó kis elfoglaltság lesz ezekben a borzalmas, kiárási korlátozásos időkben dolgozni egy ilyen sztorin. Köszönöm a kiadónak ezt az újabb lehetőséget. Ez lesz már a harmadik pályázatok, amin eddig indulok. Az elsőn is bekerültem az ontológiába, a másodikon pedig meg is nyertem a fődíjat, a legjobb írás díját. Szeretném ezúton is igazolni, tanúsítani hogy nem üres ígéret volt, hanem valóban kifizették nekem a pénzjutalmat. Nagyon korrektek. Már másnap átutalták, amikor bejelentették, hogy én nyertem. Úgyhogy a döntésem a következő. Harmadszor is pályázom, mert imádom ennek a kiadónak az ötleteit. Borítóit, megbízhatóságát, kreativitását, munkamódszereit, alaposságát és hozzáállását. Viszont, és ezt nem beképzeltségből mondom, de ha valamiért ismét az én írásom nyerni a legjobb írás díját, akkor lemondok róla a második helyezett javára. Nekem elég a kötetbe kerülés, azért is nagyon hálás vagyok, a mai, mai nehéz időkben másoknak nagyobb szüksége lehet arra a pénzjutalomra, mint nekem. Hát igen, az a, az a helyzet, hogy ö, ö, nem csak a, a profilképe képe volt olyan, mint hogyha egy AI generálta volna, de gyakorlatilag ez a komment is abszolút teljesen úgy hangzik, mint hogyha valami AI, vagy valami chat GDP, vagy mi az Istennek hívják, írta volna akkoriban, és, ö, és, és, én úgy emlékszek, mint hogyha ez, ez tovább ment volna, ugye ez az egész igazolás dolog, és ugye már, már nem győzte, hogy igazolni, hogy tényleg nekem, ö, nekem tényleg megnyertem, meg, meg én, az én művem nyert, és hogy tök jó volt, meg hasonlók, és emlékszek, hogy már, már a a kiadók című epizódunknál is, amikor ezt fejtegetted nekem, akkor már csak fogni tudtam a fejem, hogy Jézusom, ez, ez, ez így micsoda, és hogy ez a valós világ. Nem nem hittem el egyszerűen. Hát igen, a vak is láthatja, hogy neki az a funkciója, hogy azok, akik kétséget fűznek ahhoz, hogy pályázzanak -e erre, erre a, a felhívásra, hogy azoknak a kétségeit eloszlassa és hogy igazolja azt, hogy nem, ez nem átverés, tényleg ennyi a, ennyi a pénz, ő is megnyerte. Hát igen ám, megnyerte, tehát nem, nem történt pénzmozgás. Tehát a, a, kiadónak a kamu profilja nyerte, tehát a kiadónál volt a pénz, és a kiadóhoz került a pénz. ez, ez egyébként szélsőségesen én, én azt gondolom, hogy, hogy ez, 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 nem csak etikátlan, hanem versenyjogi szabályokat is megsért. Persze félértés nehézség, nincs Magyarországon olyan szervezet, ami ezt üldözni. Tehát kiröhögnének, bárhova bemész GVA-hoz, rendőrséghez, kiröhögnének pedig, hát basszus, ezek számviteli ö, folyamatokkal is járnának. Tehát gyakorlatilag ezeknek prezentálniuk kéne egy, egy számlát, egy megállapodást, egy tranzakciót, hogy kiderüljön, hogy hát ez a szexárdi árpád megkapta azt a pénzjutalmat. Hát basszus, tényleg, ezután adózni is kell, meg mit te micsoda, de, de nem nem adóznak semmit, mert csak papíron van ö, ilyen pénzmozgás. Hát amikor a Berki Krisztián eljátszott, hogy bemegy a klapka györgyhöz, és vesz 30 millióért, vagy mennyiért egy aranyrögöt, már másnap ment a nav, a, a, a klapkához, hogy hol van a számla arról a 30 hmm. millióról. Meg mondta, hogy semmi ilyesmi nincsen, mert az egy hungarocer út volt, és be volt festve aranyjal, azért volt egy kis párnám, mert még nem száradt meg. Hát itt, itt a hungarocer arra, indulat úgy hívják, hogy dr. Szexádi Árpád. És én nem igazán értettem ennek a, az, hogy ki van, ki van, e mögött. Tehát, hogy, hogy melyikük van e mögött. Eleinte azt gondoltam, hogy a Gabriel Wolf, és elmondom, hogy miért. Azért, mert ez a Szexárdi Árpád, ez kommunikált az egyik női írójukkal, a, a kiadónak a női írójával. És és beszélgettek arról, hogy ki mennyire, mennyire jó író, meg hogy mennyire, te, mennyi munkát tesznek bele, meg mennyire jó az Arte Tenebráru, meg ilyesmi, és ugye ez a női író tette szóvá azt, hogy hát a profilképed az nekem nagyon a Kristen Stewartot juttatja eszembe, Szexárdi Árpádunk ugye azt se tudta, hogy az kicsoda, és valahogy így el, elirányították a beszélgetést, aztán visszatért Árpádunk, a fő témára. Amúgy az előbb megleptél a tetszik a profilképet témával, mert azt hittem, hogy neked a Gabriel Wolf típusú fickó az eseted. Most én, én ezt olvastam, azt gondoltam, hogy basszus, ez a, ez a Gabriel Wolf, ez a saját segédje akar lenni a kamu profiljával. Ma már másképp gondolom, és ez, ez a profilkép számon kérés egyébként visszajött ebben a beszélgetésben, mert hogy, mert hogy Árpádunk idézőjelben az Árpádunk megsértődött ezen a, a, a úgy néz ki a profilképed, mint Kristen Stewart, és ezt írta ennek a hölgynek, tegnap kőkeményen belegyalogoltál a lelki világomba, és én ezt nem szoktam jó néven venni, sem szó nélkül hagyni. Erről már most szólok. Amikor tegnap abbajtuk a és próbáltam lehigadni, mert alapvetően béketűrő ember vagyok. De az ujjam mégis kb. 10 másodpercig ott lebegett a tiltás gomb felett, hogy kitiltsalak a békés írók csoportjából. Nem tudom, amúgy én megkérdőjeleztem a te külsődet, vagy fényképeid? Mondd te mindenkivel így bánsz, aki kedvesen, önzetlenül gratulál neked és barátságosan közelít feléd? Hallottam amúgy már másoktól is rólad hogy olyat, hogy udvariatlan vagy, tiszteletlen és fura. Hadd nem mondjak neveket, de szakmai körökben bizony terjednek a hírek, ha valaki sok emberrel levelezik Messengeren és sok embert bánt meg. Tehát a kérdés, én mivel érdemeltem ezt ki? Ha frusztrált vagy a férfiak iránt, mert mondjuk régóta nem voltál férfival, azt miért rajtam vered le? Miért engem gyanúsítgatsz, vagy alázol meg melegnek és csalónak titulálva. Mert tulajdonképpen, még a burkoltan is, de ezt tetted. Ebbe belegondoltál, mielőtt leírtad azokat a sorokat? Ennyire gyűlöld a férfiakat? Vagy ennyire vágysz rájuk, de mégsem kapod meg soha egyik sem? Ez lenne a baj? No, mit gondolsz, Dani? <laughs> Próbáltam visszatartani a röhögést, mert tényleg olyan, mint valami rossz szappan opera. Nem, nem is jutok szinte szavakhoz, hogy, hogy lehet ezt egyáltalán így leírni. De, de hát látszik, hogy Árpádunk hasonlóan érdekesen kommunikált itt is, mint a, a, a korábbi részben. Hogy egyszerűen tényleg olyan, mintha egy mesterséges intelligencia írta volna. Árpádunkat ma már úgy gondolom, hogy a. de ez csak egy vélemény részemről, hogy a Marosi Katalin vezényelte. Ez arra is utal, hogy ugye egy nő lett férfiasítva a profilkép formájában. Illetőleg az is érdekes, hogy. Ezen konfliktust rendezendő, a Gabriel Wolf is elkezdett kommunikálni ezzel a hmm. lányjal, és ilyet írt, hogy most hallottam, mi történt Árbival. Bár csak az ő verzióját ismerem. Minden esetre a tény az, hogy vele tudomásom szerint összevesztél és kiléptél az írói csoportból. Az egyetlenből, amelyikben kiadónk is jelen van és reklámozni szokott. Ami nekem gáz, mert így nem tudjuk majd mindkettőtük műveit reklámozni, mert ez már is érdekellentétet szül. Biztos, hogy szükség volt erre, nem lehetne békésen tisztázni. Így elég nehéz helyzetbe kerültem, mert nem akarok két jó, két pályázat nyertes író között dönteni. Már pedig egy csapatban a széthúzás előbb-utóbb Szokott eredményezni. No hát, igen, tehát, hogy a szex, bocsánat, a Gabriel Wolf az a feleségének a, a kamu profiljának a kommunikációjára utal, <laughs> vagy arra hivatkozik, tehát, hogy brutál dolgok igen. ezek, de egyben szórakoztatók is, hogyha tudod, hogy mi van a háttérben, de de ezek olyan eszközök, amiknek van hatása. Tehát, hogy ezeknek nem szabad lealacsonyítani, a, vagy lekicsinyelni a jelentőségét. És az az érdekes még, hogy amikor már elkezdett forró lenni a talaj, és egyeteművé vált, hogy ilyen ember nem létezik, hogy szexárdi árpád, akkor nagyon gyorsan lecserélte egy másik kamu profil, vagy egy másik teljesen közömbös képre a profilképet, és már odaírta, hogy szexárdi árpád írói álnéven írok humoros és skifi műveket, újságírói szakmá, és a többit már nem tudom elolvasni, mert csak így vágták ki az Arte Tenebrárumot lebuktató, tiszavirág életű, false art publishing nevű oldalon, de ott össze is hasonlították a Kristen Stewart képével a, a szexárdi Árpád profil képét, és hát egy ilyen még kamub jelleget szerzett így a, az oldal. És dr. szexárdi Árpád profilját akkor sem isítették meg, amikor az egyik jogvitájukban az ellenérdekelt fél azt helyezte kilátásba, hogy indítsanak egy pert, amiben idézzék be őt is, tehát Árpádot, mint a pályázat nyertesét. Egyébként abból is kiderül, hogy Marosi Katalin volt a dr. Szexádi Árpád mögött, hogy Marosi Katalin kényszeresen nagybetűvel írja a megszólításokat, tehát például a te vagy az ő, tehát azok, azok nagy, nagy, nagybetűvel kezdődnek, és hát a doktor úr is így, azt, így használta. Ugyanezen szerzőjükkel egyébként annyira elmérgesedett egy ponton a kommunikáció, hogy Gabriel Wolf úgy döntött, hogy közvetlenül nem beszél többet a szerzővel, hanem az élettársának kezdett el irogatni. És átszemezgettük Danival a rendkívül hosszú levélváltást, ami egyoldalú is volt, mert főként csak Gabriel Wolf írogatott, de a jogász és az ügyvéd kifejezés az ilyen zavarba egytően sokszor jelent meg a szövegben. Tehát, hogy olyan volt, mintha itt kényszeresen túl hangsúlyozná, hogy mi, milyen jogi, jog, jogi szakértelem van mögöttük. Például ilyet ír, minden kiadványunk hivatalos, minden szerződésünk törvényes, számtalan jogásszal nézettük át, számtalan jogász is van a szerzőink között, sosem mondták, hogy ne lenne bármi törvénytelen benne. Állíthatod, hogy nem törvényes, de attól még az. Ha nem hiszed el, menjél el ügyvédhez, fizes ki 50 ezret érte, hogy igazolja azt, ami tény. Minden szerződésünk akkor is törvényes, ha nem ügyvéd írja alá személy szerint. Egyáltalán nem kell ügyvédnek írnia, semmilyen kiadónál nem ügyvéd írja a szerződéseket. A szerződést maximum megfogalmazni szokta a jogász, hogy segít benne. Megáll az eszem azon, hogy van pofád azok után vádaskodni és udvariatlan hangnemben írni, hogy a félűrült haveroddal felkerestétek Pintér Bencét, és kiraktatok együtt róluk azt a rakás hagzugságot, amiben bele is csatoltatok egy vágóképet. Erről a cikkről később beszélni fogunk. De hogy ebben a, ebben a levélváltásban tényleg aggasztóan sokszor járnék meg a, a, az ügyvéd és a, a jogászra való hivatkozás, és ilyesmivel zárja az első levelet, nevezze nyugodtan majd az ügyvédet fasznak, az a szerző, vagy esetleg a bírót. Legfeljebb lecsukják érte előzetesbe pár napra, ha ennyire nincs semmilyen önuralma, műveltsége, sem intelligenciája, hogy hivatalos ügyben ne, ha nem használunk ilyen hangnemet. Ugye a családias hangnem, ad egy, ad kettő. Itt megjelenik az, amit nemrég bejátszottunk, hogy, hogy, hogy azonnal Előállítás, vagyonelkobzás, előzetes letartóztatás lesz kilátásba helyezve, és olyan meggyőződéssel és olyan magabiztossággal közlik, hogy ez lesz a kilátásod arra az esetre, hogyha folytatod azt a, azt a kellemetlen tevékenységet, amit ők sérelmeznek. Meggyőző egész egyszerűen az emberek számára. Igen, és hát ugye nyilván kihajtál egy-két rész, de tényleg ez a fogadj ügyvédet, de az ügyvéd eleve nem is fogja vállalni a pert, mert veszett ügy. Több ezer ügyvéd van regisztrálva ezen a héten legalább négy-öt ügyvédhez fogok elmenni személyesen. Tehát, hogy folyamatosan tényleg, tehát rengetegszer uh, nyúl vissza ehhez a módszerhez, hogy így próbálja megfélelmíteni a, a másikat, de uh, hát nyilván uh, a sületlenség az egész, és hát uh, Kérdésem az, hogyha te ugye szakmai tapasztalatoddal kapnál egy ilyet, nagyjából hanyadik mondat környékén mondanád azt, hogy ez tényleg csak borsítelés, mert, mert nyilván egy laikus ember is egy idő után már talán azért feltűnne neki, hogy azért kicsit ismétli az egészet, és tényleg kicsit próbál túl agresszív lenni, de hát gondolom azért te talán belelátsz egy-két olyan dolgot, ami, ami, már nagyon korán tisztázná számodra, hogy jó, hát akkor ez inkább csak egy megfélemlítési taktika. Hát én most nemrég láttam személyesen a Gabriel Wolfot, és nem hittem el, hogy ott áll, mert annyira nem, nem lehet neki már semmit se elhinni, tehát hogy én ennek nem adtam egyáltalán hitelt, már a második mondatnál tudtam, hogy gyakorlatilag ami, ami tőle származik és állítás az, az abból kell kiindulni, hogy igaztalan. És ugyanebben a levélváltásban írt egy olyat, mert az volt a szerzőnek az álláspontja, hogy ő a saját, művél, saját művével azt csinál, amit akar, Gabriel Wolf válasza. Az ügyvéd szerzőink azt mondják, hogy ennél nevetségesebb butaságot még életükben nem hallottak. Ennek a nőnek annyi fogalma van a jogszabályokról, mint nekem a harangöntésről. Egyértelműen benne van a szerződésünkben, hogy mit tehet a művével a szerződés időtartalma alatt. Gyakorlatilag semmit. Mindkét ügyvéd megerősítette, hogy ez olyan ütőkártya, hogy nincs az a bíróság, amelyik ezt vitatná, vagy érvénytelníteni, évreterníteni, lenne hajlandó. A, a pont 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 műveinek minden felhasználási joga kizárólagosan a miénk a szerződés időtartama végéig. Ezt jelenti a kizárólagosság fogalma, tehát magyar nyelven az egész világra átadta nekünk a műveinek jogait a szerződés időtartamára, saját szabad, szabad akaratából adta át, és még le is tanúztattuk. Ezt senki nem fogja sem hatálytanítani, sem érvénytelníteni. A művének felhasználási jogai teljes mértékben a mi kezünkben van, a szerződés le lejártáig. Értsd, ő a szerződés. De az engedély nélkül még egy mondatot sem idézhet belőle sehol, mert különben azonnal bepereljük. Mi rendelkezünk a műfelhasználási jogával, száz százalékig, és ezt minden kiadó így csinálja. Hmm. Kurvára nem, de mindegy. <laughs> Na, és ezen a ponton sikerült Gabriel Wolfnak valami irtózatosan alul múlnia magát, de még mindig nem jutottunk le a legaljára hogy ugyanebben a levélváltásban, egy későbbi levélben a következőt helyezte kilátásba, ezt most csak szemezgetem, nem olvasom fel, de hogy ettől a, ettől a férfi embertől, akinek írta ezt a levelet azzal a hölgyel kapcsolatban, akivel ő már nem volt hajlandó szóba állni, most ők ketten egy párt alkottak ilyenkor, és a levélben Gabriel Wolf azt kezdte el követelni ettől a sráctól, hogy ha elhiszi, hogy mindaz, amit leért ügyvédektől származik, hiteles információ, és hogy ők tisztességes emberek, legális, érvényes szerződéssel, és az ő barátnője az, aki hazudik, és hisztériás állapotban vagdalkozik, akkor ezt írja meg neki a pár, tehát a, férfi, a fiú, a szeme láttára, és szakítson vele még ma. <laughs> és most idézek, ma állást kell foglalnod, ez háború az az elmebeteg kurva tönkre akar minket tenni. Ha az ő pártját fogod, akkor te is ellenség vagy. Ezt tudnod kell. Ez nem játék. Ez nem a kibaszott gyerekek klubja az iskolában. Nem játszótér, ahol mindenki azt mond, amit akar, aztán visszaszívja. Ez a felnőttek világa, ahol az emberek készülnek ki, ahol perek vannak, ahol milliókat perelnek el egymástól, ahol házakat foglalnak le, ahol életek mennek tönkre. Vedd már ezt észre, ébredj már fel. Tehát te azt mondtad tegnap, hogy állítólag továbbra is támogatod a kiadót és megosztod a bejegyzéseit. Oké. Okay támogasd azzal, hogy leépíted az elmebeteg zaklatónkat, és szakítasz vele még ma. Arra kérlek, hogy írnek egy e-mailt az általam is ismert e-mail címére, és másodban jól láthatóan tegyél bele engem is címzetnek, másodban neki is funkció. Tehát nekem is küld el erre az e-mail címre az eredeti levelet, hogy lássa, hogy én is tudok róla, és hogy mellettem vagy, és kiállsz a kiadód mellett. Ezt hívják ugyanis kiállásnak, és nem az, hogy látszólag megosztod a bejegyzéseinket, de közben hagyod, hogy zaklasson és lejárasson. Tehát látni akarom, hogy a szemem láttára elküldöd örökre, és mellettünk teszed le a voksodat, és mellénk állsz ebben az ügyben. Írd le neki, hogy minden vágyában tisztáztam magam ügyvédekkel tegnap este, ő hazudik, alaptalanul vádaskodik, és nincs joga hozzá. Írd le neki, hogy szakítasz vele, és többé nem találkozol vele. És ezt részben azért teszed, mert tiszteltelenül bánt velem, úgy beszélt velem, mint egy kutyával, akit te viszont tisztelsz már, ha így van. Mert te ezzel az emberrel, velem, akarsz együtt dolgozni, és kiadatni vele a könyveidet. Végy meg vele szemben, állj ki mellettem a szeme láttára, légy férfi, döntsd el, hogy neked mi a fontosabb. Egy félhülye visszamaradott csaj, akinek a legjobb barátja egy komplett őrült, ugyanis egy csomó ember ilyeneket mond róla az interneten, hogy fura lány, dílis, valami nem oké vele. Neked egy ilyen csaj fontosabb, mint az írói karriered? És nem az a baj, hogy dílis, hanem hogy aljas, és tönkre akar minket tenni, a te kiadódat szakíts vele, és kérem másodban nekem is a bekopízva elküldött levelet, hogy lássam, hogy kiállsz a kiadó mellett. Kettő dolog legyen benne. Egy. Én és a kiadó minden vádban tisztáztuk magunkat ügyvédek által, és ő hazudik, vagyis legalábbis alaptanul vádaskodik. Szálljon lerólunk, mert ez törvénytelen zaklatás, nincs joga alapja a követelésének. Kettő, ha valaha perre kerül sor közte és a kiadó között, ez nagyon fontos, ehhez ragaszkodom, hogy legyen benne, akkor te mellettünk fogsz tanúskodni a bíróságon, mert velünk értesz egyet, és korrektnek tartasz, mivel minden vádpontban tisztáztam magam, és a pert is mi fogjuk megnyerni, mert minden állításomat ügyvédekkel tudom megindokoltatni, hogy törvényes. Azt akarom, hogy a szemem láttára szakíts vele úgy, hogy írd le neki, hogy per esetén mellettünk fogsz tanúskodni, és minket támogatsz. És akkor maradsz a kiadónál, tőlem akár még barátok is lehetünk életünk végéig. Jézusom, hát ez... Ez a gödör egyre csak mélyebb és sötétebb, és, és hát úgy félig meddig ismerve, hogy a sztori hol jelenleg, mondom, ez, ez egyre hihetetlenebb, és, és most már tényleg kezdem elhinni azt, hogy még azt sem hitted el, hogy ez az, a, ez az ember ott áll a közeledben, mert egyszerűen ezek, a, ezek a, ez a dráma, ez a túlzás, ö, ö, meg, meg minden, tehát hogy vagy fenyegetünk, vagy, vagy ultimátumokat adunk, ö, gyakorlatilag lelki terrorban tartjuk az embereket, hát ilyen nincs a világon. ezek és nyilván ez az én saját véleményem, hogy ezek nagyon-nagyon sérült emberek, és, és, tényleg van valami bajuk, és egyszerűen egy olyan pozícióba kerültek, ahol, ahol ilyen teret kaptak ennek, a, ennek az agybajnak, vagy, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Hát szörnyű, hogy így bennek az emberekkel, és ilyen, ilyen dolgokat egyáltalán nem mernek írni, és elmennek küldeni valakinek. Fontos érteni, hogy az ártésok mindig csak azt a cselekményt tulajdonítják másoknak, amit épp maguk követnek el. Tehát, ha kapsz egy gyaníthatóan hozzájuk köthető üzenetet egy kamu profiltól, akkor az első googlizás után látni fogsz egy nyilvános közlést tőlük arról, hogy te zaklatod őket kamu profilokkal. Ha írnak neked egy tíz oldalas fenyegető levelet, ami arról szól, hogy az ügyvédék elvitetnek téged a rendőrrel, amiatt, amit elkövettél az ő sérelmükre, a levélből vagy egyéb közlésből az fog kitűnni, hogy épp neked tulajdonítják a zaklatást. Tehát, hogy szinte mindig azokat, azokat tulajdonítják másoknak, amiket épp ők követnek el és csak hogy nevesítsük azt, hogy milyen utat járt be végül is ez a, ez a para, ez a kiadó őrület, megjelent ugye a false art publishing, amit nemrég említettem, ez egy nagyon rövid ideig tartó ilyen blogspot oldal vagy valami hasonló, egy ilyen tényleg blog oldal és oda össze, elkezdték összegyűjteni a kiadót lebuktató hazugságokat tehát eleve a Szexárdi Árpádnak a színeváltozása ott megjelent, hogy hát milyen profilképei lettek meg mi lett a szöveg, meg eleve, hogy a Szexárdi Árpád miket el, furcsa az egész, egész kiadó körüli Herce úr, akkor még nem nagyon jelent meg róluk semmi, és annyira, annyira komolyan vette a Gabriel Wolf ezt, a, ezt, az érdeksérelmet, hogy, hogy megjelent egy olyan kiadó, ami lebuktatja a hazugságait, és ezt a könyvünkbe is beleírtuk, még képekkel is ábrázoltuk, hogy, Megkeresett egy embert, akinek tulajdonította ezt a, ezt a weboldalt. Ő is az egyik szerzője volt, nem feltétlenül nem tudhatom, de nem feltétlenül az, aki ez köthető volt. És nem viccelek szó szerint megfenyegette a saját öngyilkosságával. Hm. És euh, tudta, hogy pap, tehát tudta, hogy papas srác, vagy férfi ember, fiatalember, és ezért alkalmazta ezt az eszközt hogy a következőt írta le neki. Szólj, feloldalak a Facebookról, felhívlak videón és nézd végig, úgyis ezt akarod elérni. Ez lesz a vége. Akkor esünk túl rajta most, te kibaszott sátán. Hívj és nézd végig, ahogy végzek magammal. Nekem az írás volt az életem, és tönkre Akkor hát viseld a következményét. Elég bátor vagy hozzá, hogy végignézd, mert én megteszem. Katalin épp most ért haza, és megegyeztünk. Még ma megöljük magunkat. Mi nem jelentgetünk fel. Ha te megteszed a fejent, és szarok rá, az a te dolgod. Én viszont azt már nem várom meg. Megaláztál, tönkretettél. Ha haveros csinálta, a szedes levele ma. Katalin is velem van, és megegyeztünk. Várjuk a döntésedet. Ha ma este még fent lesz az oldal, mi simán átvágjuk a nyakunkat késsel. Leszarom már ezt az egészet. Mindkettőnknek az élete az írás volt. Ha ezt elveszed, az életünket veszed el. Ha leszedeted a haveroddal az oldalt, akkor életben maradunk. De akkor sem akarunk hallani sem rólad, sem az ilyen barátaidról. Pár óra múlva küldöm a véres fényképeket a karomról, hogy vágom át késsel mélyen a csontig. Már hoztam rá fűrészt, mert a kés nem viszi majd a csontot. Katalin fotózza majd neked, és küldi. Leszarok mindent. Ő is benne van. Hát. Uh igazából csak ezen a ponton tényleg ismételni tudom magam, és, 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 szörnyű, hogy ráadásul ugye most már elkezdünk azzal is játszani, hogy, hogy úgy ismerünk egy-két dolgot az emberről, hogy, hogy, úgy mivel lehet még jobban hatni rá, és, és, képesek vagyunk ezekre az érzésekre hatni, hogy, hogy egyszerűen ez, ez már, ez már tényleg a legalja kezd lenni. Az a helyzet, hogy ők olyan képességek birtokában vannak, ami nagyon veszélyes egy gátlástalan ember kezében. Ha feltürekvő irodalmi szerkesztő vagy, akkor először a kamu profilok útján támogatni akarják az oldaladat, aztán amikor ez nem jön be, interjút kérnek tőled, előbb-utóbb bekapod a csalit, és ha nem vagy észnél, te is a bábjukká válsz azt csinálnak vele, amit akarnak, de ők egy valamit akarnak, hogy mielőtt megsemmisülne a digitális azonosságot, kér tőlük bocsánatot. Ha szabadúszó programozó vagy, akkor egy virágüzlet tulajdonosának adják ki magukat, aki egy weboldalt szeretne fejlesztetni a programozóval, és így próbálnak olyan helyzetbe jutatni téged, hogy gyakorlatilag jogellenes gyakorlaton legyél te kapva, nem mit mondjuk nincs feltüntetve a weboldaladon az adószámod, és ez mit tudom, ilyen jogsérelmek következnek ebből. Ha meg pap vagy, akkor az öngyilkosságukkal kezdenek fenyegetőzni. Igen. Tehát, hogy olyan, mintha nem lenne határa a gátlástalanságnak. És az a helyzet, hogy nem kell megfizetniük az árat, mert itt, a jól tudom, bár nem, tud, nem tudtam kontaktálni ezen a pappal, de ő kihívta rájuk a rendőrséget, mert erkölcsi kötelessége volt, hogy azok, akik meg akarják ölni magukat, egy olyan dolog miatt, amire nincsen hatása, hogy, hogy, azok, azokat agadályozza meg a hatóság. És, és kimegy, megnézi a hatóság, kinyitják az ajtót, jó estét, biztos urak, meg akarják ölni magukat? Nem, nem, azt se tudjuk, hogy miről van szó. Jó van, viszontlátásra. És írják tovább az e-mailt, hogy te rohadt sátán még mindig fenn van az oldalma, jó, megölöm mindjárt magam. Milyen károkat képes ez okozni egy embernek a, az önértékelésében? Vagy milyen károkat képes egy mondjuk egy 18 éves szerzőpalántának a lelkében okozni az, hogy, hogy, hogy szakíts a barátnőddel, mert ez már a, ez már a, a, a felnőtt emberek élete, ez háború, itt, itt perek vannak, egy ilyen való, hamis valóságot hazudik egy fiatal embernek, hogy milyen a valódi élet, hogy a valódi életben döntened kell, hogy a, 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 a kiadó, a, a, szerzői karrieredet választod, vagy, egy, vagy, egy, vagy, a, vagy a párkapcsolatodat. Yeah. Elhitetik ilyen emberekkel basszus, hogy ez a világ, és ezek az emberek, akik már csak igazából egy kiadót szeretnének, akik Végre kiadja a műveiket, azok meg ilyen helyzetben találják magukat, hogy egy 45 éves manuszba az meg azzal fenyegeti őket, hogy, hogy fel lesz jelentve, meg, meg, meg lemondhat az irodalmi karrierjéről, meg a, bará a kettőjük barátságáról. Tehát ez, ez... nincs határa az gátlástalanságnak bassza meg. Pontosan. Az viszont feltűnt, hogy ha maguk fölé pozíciálnának téged, akkor békén hagynak. Például én a kiadókról szóló epizódunk után totálisan fel voltam készülve arra, hogy, hogy az elkövetkezendő hónapjaink az árt elleni harccal fog telni, ugye mert ismertem ezt a gyakorlatot, de nem támadtak be minket. Az is nyilván közrejátszott, hogy jogász vagyok, de azt veszem észre, hogy, hogy ha van kapcsolatod a nyilvánossággal, akkor nem kostolgatnak, akkor nem mernek ilyeneket írni. Ugye szeretnénk emlékeztetni titeket a, a bejátszott beszámolóra, ami az egyik szerzőktől származott, akinek volt egy újságíró barátja, aki parlamenti képviselő is volt, és ez elég erős ér volt, hogy az ártésok békén hagyják. Szinte biztos vagyok benne, hogy a fenyegető levelek túlnyomó részét a Marosi Katalin fogalmazza meg, de Gabriel Wolf korrektúrázza, és beleír olyanokat, amiket a felesége kihagyott. Ezt egyébként ezeknek a leveleknek a vizsgálata alapján tudnám kikövetkeztetni. A kamu profilokat szerintem ugye mindketten gyártják, de ez az egész én szerintem a Gabriel Wolfnak a találmánya lehet. Tehát körbejárjuk ebben a sorozatban, de, de hogy ez a Marosi Katalin, többen gondolják, hogy ő rossz indulatú, de szerintem nem bocsátkozna ennyire eszkalálódó konfliktus, konfliktusokba, csak a férjének a hergelése okán. Ebben lehet egyébként igazság, mert én láttam a Marosi Katalint tárgyalási helyzetben, és látszott, hogy lelkileg nem bírja kezelni. Tehát biztos vagyok benne egyébként, hogy ez, ez, ez önmagától, önmagától nem akarná megfizetni ennek a, az ilyen terrorhagyáratoknak az árát, de viszont sajnos kénytelen lesz megfizetni. Igen. És egy dologban azért a kritikusaik egyet szoktak érteni, hogy nincs helyén a realitás érzékük. Tehát nincs kapcsolatuk a valósággal, csak azzal az álomvilággal, amit ők otthon a négy fal között megteremtettek. És amivel a több oldalas, több esetben fiktív személyek nevében megfogalmazott leveleik útján kapcsolatot tartanak. Ebben a világban ők az igazság bajnokai, a magyar irodalmi szcéna úttörői, akiket talán épp ezen okból folyamatosan támadások érnek. Az értelmszerűen nincs átfedésben a valósággal, csak hogy a valóság idén márciusban történetesen rájuk szakadt. Ezért hatalmas árat kellett megfizetniük, de ez a következő részekből fog kiderülni. Korábban egyébként, amikor még ábrándoztam arról, hogy erről a témáról adást fogunk csinálni, kitáltam, hogy bingózzunk a Danival, hogy milyen deliktumokat követtünk el a Gabriel Wolf és az ártesérelmére. Hát bingózunk szerinted, Dani mit, mit sértettünk meg? Um, hát ugye kérdés, hogy, hogy ugye honnan szereztük ezeket a különböző idézeteket, üzeneteket, meg hogy ezek ugye mennyire voltak publikusak, az egy dolog, hogy néhol komment szekciók, de hát ugye ezek néhol privát levelek, úgyhogy tényleg ez a, ez a becsületsértés, meg hogy ö, ö, nem tudom ugye a pontos fogalmakat, de tényleg, hogy abszolút rossz fénybe tüntettük föl a, az összes szereplőt, a céget, a mindenkit, meg talán még azt is megmerném kockáztatni, hogy ugye tagadnák ezt az egészet így ebben a formában, úgyhogy akkor valamilyen ha ha hazugság, csalás, meg egyebet is belevonnának. Én nem, nem tudom. Hát rendszerint megszokták hivatkozni a levél különösen, hogyha nyilvánosságra hozod a leveleiket, de természetesen a levéltitoksértés és már szinte azonnal megdönthető, mert ahhoz az kell, hogy te ne legyél ö, bocsánat, te, te ne legyél címzettje a levélnek, tehát valahogy ki kell, ki kell fűrkézd azt a levelet. De hogyha ö, sajtószabadság vagy véleménynyilvánítás szabadság keretében bocsátják a rendelkezésedre, tehát a média munká munkásságot keretében bocsátják a rendelkezésedre, szerint nem minősül levéltitok sértésnek. Hát a becsület sértés, lehet erről beszélni hogy tényeket közöltünk-e, vagy véleményt, én azt gondolom bármit, amit említettünk, azt én meg tudom alap, meg tudom támogatni, tehát le tudom vezetni, hogy e, 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 erre én, hogy mi, mi, mi alapján következtettem, átfogom pedig azért a, a véleményünk is kiderült, de a sajtószabadsághoz fűződő jog már pedig ugye Zóna podcast egy sajtótermék, az e, még a jó hírnév sérelméhez, vagy a becsület sértetlenségéhez fűződő társadalmi érdeknél is erősebb és ezt nyilvánvalóan ők is meg fogják előbb-utóbb tudni, de abban szinte biztos vagyok, hogy amikor ezt hallgatják, akkor azt azon gondolkodnak, hogy megsértettük a személyiségi jogaikat, oly módon, hogy azzal súlyos anyagi kárt okoztunk nekik és a vállalkozásuknak. Hát ugye bennem felmerült a kérdés, hogy ö, ugye ez a becsületsértés és a többi és a többi, hogy ugye hát a Gabriel Wolf az gyakorlatilag a, a művész neve, és én kérdezném itt, hogy ha rólad bármi Bármit mondanak, mint Rezsőről, akkor ez, ez milyen alapokon áll meg egyébként ez a becsületsértés kérdés ilyenkor? Hát Gabriel Wolf is, és Rezső is, és történetesen Dani is a műsor vetületében közszereplőnek minősül, Ugye bevet toposz, hogy fokozott tűrési kötelezettségünk van, de ennek ugye megvannak a maga határai, mert bár el kell tűrnünk azt, hogy véleményt fogalmaznak meg rólunk, sőt akár le is kameráznak, le is fotóznak minket, amikor csak tudnak, vagy akár publikálnak rólunk valamit, de hogyha mondjuk kinézel az ablakon és látnál a, 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 az ablakod alatt egy fotóst, aki éppen fotózgat téged, hát azt már nem kell eltűrnöd, mert otthon a négy fal között te nem közszereplő vagy. De természetesen, amit róla írnának, vagy publikálnának, az, ahhoz joguk van. Nyilván, hogyha, hogyha, olyan tényt állítanának rólam, ami, ami nem igaz, az, az, az támadható lenne. Más kérdés, hogy én nem támadnám meg, hanem egész egyszerűen reagálnék rá. Én nem igazán hiszek ebben, hogy, hogy tárgyásra kéne ráncigálni valakit azért, mert rólam valami pofátlan dolgot állított, vagy olyasmit, amivel nem értek egyet. Bár tök jó, hogy egyébként a, a jogvitáknak a rendezésére megvan ez a lehetőség, tehát hogy nem párbajozni hív engem a Gabriel Wolf, nyilván alul maradnék, tudom, tehát hogy ez teljesen evidens, tehát ilyen, ilyen tetoválásokkal nyilván. Nekem is volt tetkom, de Gabriel Wolfnak több, úgyhogy nyilván helyre tenne, vagy nem, ki tudja. De hogyha izé, jogvitánk lenne, vagy hát ilyen besülesértési ügyünk lenne, akkor nem párbajozni hívna engem, hanem ö, beperelne, vagy feljelentene. Csak hát ez fáradtságos. Tehát hogy azért most, mostanság derült ki, hogy azok, a, azok az ügyvédek, azok valójában úgy nincsenek ott. Nem. Tehát, hogy ez az a 230 szerződött írók között megbújó ügyvéd, jogász, rendőr, szerző, azok valahogy úgy, úgy eltűntek, így elpárologtak. Meg hát még ha ott is lennének, és mit tudnak csinálni? Tehát, hogy amellett, hogy nem létező személyekről beszéltünk, nyilván azért az adott beosztásnak, pozícióknak is túl nagy jelentőséget adtak, és nyilván semmit nem tudnának ez ügyben tenni. Szerintem nem fognak minket feljelenteni, mert mondom, már tudják, hogy mivel jár egy magánvádas eljárás, és, és az, az, sokkal kellemetlen nekik, mint annak, aki, aki megteszi a feljelentést. Egyébként se tudják, hogy népszerint kik vagyunk. Nem, nem, tudná hova küldeni az idézést a hatóság, de, de egyébként is az a tapasztalatom, hogy nem mindenkit tartanak azonos súlycsoportba tartozónak. Hogy mm. nagyobb a nyilvánosságod, amit egy tőled független, relatíve független gazdasági szereplő validál, akkor a szájukra sem mernek venni. Így járt például a Pintér aki a spekulatív zónára publikálta az első felhívást az Árta Tenebrárummal szemben, vagy az ellen, figyelmeztetés az Árte Tenebrárummal kapcsolatban, ilyesmi volt a címe, Sónuszba elhelyezzünk, és ő volt az első, aki leírt a nagy nyilvánosság előtt, hogy bárki, aki kapcsolatba kerül, akár minimális kommentelés kapcsolatba is kerül a kiadóval, az nagy esélye számíthat egy rendkívül lehengerlő online zaklatásra. És a Pintér Bencét meg se említik sohasem, mert a Pintér Bencét jóval magasabbra pozícionálják, mint magukat. Hát ezen a ponton megemlíteném, és, és felhívnám a hallgatóink figyelmét, hogy megkérem, ne kattintsanak a linkre, semmiképp nem akarok forgalmat generálni semmilyen szinten ennek, a, ennek az árténak, de a, biztos, hogy tudnak rólunk, ugyanis az arte.tenebrarum.hu oldalon meg vannak hivatkozva az Ankor cikkjei, és ugye gyakorlatilag erről szól jelenleg az egész weboldal, hogy a Sötétség művészete címet kapta ez a fejezet így a, az egész ártének a történetében, és ugye itt fel vannak sorolva azok a cikkek, a, a, nem csak az Ankor, hanem úgy egyébként is, amik így, így próbálják besarazni a, az RT-t, úgyhogy biztos, hogy tudnak az Ankorról, ezáltal több, mint valószínű, hogy tudnak a Szürke a podcastről is, és rólunk is, és hát kíváncsian várom, hogy Ezután, akár ezután az epizód után, vagy ezután a sorozat után várható-e bármi fejlemény? Mert hát igen, ahogy mondtad, azért neked van jártasságod, azért van szakmai tapasztalatod, és, és nyilván egy az, hogy nem is biztos, hogy komolyan vennéd őket, kettő pedig átlátnál a sok búsítan. Úgyhogy hát de, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy ebből lesz-e valami. Bármilyen szinten felveszik el a kapcsolatot, vagy most tényleg gyakorlatilag behozták fülüket, farkukat. Hát ez a következő részekből kiderül, a következőben, konkrétan az ezt követőben a... Azt annak a történetét fogjuk elmesélni, hogy milyen brutálisan leszerepeltek az adatvédelmi hatóság előtt, mert hogy több gyakorlatukkal is kieszközölték, illetve kikövetelték maguknak a, a, az adatvédelmi hatóságnak az eljárását, de erről a részleteiben már a következő részben fogunk beszélni. Úgyhogy köszönjünk, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürkezóna Podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Daninak a részvételt. Sziasztok!